Szeretettel üdvözlök mindenkit a Neverwinter Nights Enhanced Edition következő epizódjában. Ott tartottunk a legutóbbi részben, hogy chapter vége felé vagyunk. Igen, a második fejezet lezárásánál állunk jelenleg. Ez azt jelenti, hogy szerintem megvan mindenféle külditárgyunk, ugye? Mielőtt azonban lezárjuk a fejezetet, lehet nem volna hülyeség, hogyha megnéznénk még egy-két dolgot, ilyen mellékküldetéseket, amik itt vannak, hogy tovább fejlődhessünk. A Laszki kötőben van egy fejvadászat. Kendrak, a zsoldos szép feje, a Laszki kötő polgármestere Verdi a tűzött ki 5 veszélyes vízméről szökött fegyenc életére. Szétváltak. Aha, jó, ez szerintem itt van bent talán ez a Kendrak, nem? Ez a barak és itt a Ribath van. Igen, igen, igen. De ez nem a polgármesternek a kuckója, nem? Nem, a másik fogad... Vagy az az ott, az a csávó? Kendrak ott van. Beszéljünk vele, hát ha van nálunk olyan fül, amit odaadhatnánk neki esetleg, és akkor... Nézzük csak. Az isteneknek hála, hogy jössz. Mi alatt távol voltál Lasz kikötőtől, az az ördögi félorki Jezgár elhurcolta az én Shaldrisszámat. Na erre mondjuk nem számítottam. Shaldrissza, tudod, az volt a kis csaj, akinek mondtuk, hogy... Vagy aki elkezdett velünk flörtölni, mert hogy mi milyen világot látott emberek vagyunk, meg minden. Nagyhatalmú pap kalandor. És ő volt az, aki pénzt kért arra, hogy felszerelést vásárolhasson, hogy eljöhessen velünk innen. És akkor azt mondtuk, hogy tessék, itt van egy ezres, akkor azt mondta, hogy itt legyen inkább 3000. Amikor odaadtuk a kettőt, vagy mit a hármat, akkor azt mondta, hogy legyen inkább 5000, tudod. És így kérte az 1000 goldokat folyamatosan, és akkor már azt mondtuk neki, hogy nem, figyelj, ez nem így van. Akkor végül is a Chaisi az teljesen visszakozott, és elhordott meddünket mindennek. Na, ő ez a Shaldrisszza, akit úgy tűnik, hogy Jezgár, az ördögi félork elhurcolt. Váltságdíjat követelt érte, és ez ki is lesz fizetve. Még mindig nem tért vissza. Kérlek, könyörgöm, tenni köd. Hozd vissza az én Shaldrisszámat, ő az egyetlen gyermekem. Miért nem hozod vissza őt az embereiddel? Várjál. Tudod, hogy merre tartják fogságban? Tudom, a várostól északra vannak az öreg Laszki kötői barlangok, közel a zöld grif fogadóhoz, biztos, hogy benne, hogy ott tartják. Elhagyatott hely, könnyen védhető, ez az oka, amiért én nem próbálkozom. Kipán benned bízhatok, neked megvan az a szakértelmed, ami nekem nincs. Jó, megteszem. Isteneknek hála, itt van, hadd adjam neked a fejpénzt. Oké. Menj a zöld grif fogadó közelében lévő öreg bányákhoz, várostól északra le vannak zárva, szükséged a szer a kulcsra. Siess, fickó, siess! Zöld grif fogadó közelében lévő öreg bányák a várostól északra. Hát csak megtaláljuk valahogy, nem? És akkor így folytattuk ezt a küldetést, ez a fejvadászat, ez most az elsődleges. A kígyó égkövei. A kígyó Elait, Kraunover úgy tűnik végül honvágyat kezdett érezni Evereszka földje iránt. Ő és a lánya jelenleg egy fogadóban tartózkodnak Laszki kötőben. 3 drága kő után kutatva, ami segíteni őket a hazautazásukban. Ennek a fickónak a neve, tehát akkor a kígyó Elias Kraunober, és azt hol találom meg vajon? Lehet, hogy ők is itt vannak valahol, csak nem... Nem ez Linulanerális. Grim... Szia Lilian, nem hájó pihenés, köszönöm, hogy itt voltál. Itt van Grim Gnó. Vanev nevű helyi varázsló birtokolja a cuccot. Második harcosnál Zamitranánál van. Átutazóban van Laszki kötőn, Udmaluskan felé, utolsó ékőszetre. Ezt is meg kéne csinálnunk amúgy, mielőtt lezárnánk a chaptert, nem? A druida kör. Minden úgy druidának csatlakozik. Ezt nem tudjuk megcsinálni, mert ez druidáknak való küldetés. Ezt nem lehet innen kivenni esetleg? Valahogy eltüntetni a listából? Szekta keresés, ez szerintem a fő küldetésünk. Vérfarkas vadász, a Neurik tírpapja Laszki kötő templomát vezeti, rettentős tragédiára figyelmeztetett. Ezt éjszaka tudnánk megcsinálni, és ez nehéz lenne, hogy hogyan kutassuk fel a farkas embereket. Aribesz meséje. Aha, ezen majd tovább kell mennünk. A fő küldetés egyébként itt folytatható azáltal, hogy odamész hozzá a lányhoz beszélgetni. Genon naplója szekta keresése, az is megvan. Sarvin meséje. Sarvin talán folytatja a történetét, de csak ha magasabb szintű leszel, eleget kandusztál vele. Jaj, ez az a csaj! Aha, itt van Délen Vörös Tigris és Tommy Undergallows, őket már vittük magunkkal, Sarvin pedig szerintem a tírpapjánál található, mert ő egyszer már meghalt. Csak nem viszünk magunk a csatlóst, hogy több XP-t szerezzünk. Elugrok is Nasira majd rá. Oké, okay. Jó étvágyat! Szevasz Mosré, hogy vagy, Mizu? Egyverek szövetsége fogadó. Azt hiszem, hogy... Farkas emberes küldetés, az itt van mellettünk tírpapjánál. Északnak kell mennünk a Shaldrisszza visszaszerzéséért. Bemegyünk ide. Itt van Neurik, beszélgessünk vele egy kicsit? Beszélnünk kell a vérfarkasokról. Lenne néhány kérdésem. Merre találom a megfertőzött kölyköket, akik farkas emberekké váltak? Ki ez az Ander, akit említettél? Négyőjük Bran, Gerth, Gert, Urz és Sir Karati szétszóródtak. Hol van Urz?
Bárhol lehet. Hát az köszi. Az nem segít sokat. És Karatisz merre van? Bátor lovag szembe találva magát saját megrontásával biztos vagyok, hogy elbújtokolt a világ végére. Meg akarod menteni a gyereket, őt tudni fognak róla. Akkor először a gyerekek kellenek, és utána kell a fő farkas ember, ugye? Jó, ezt csak éjszaka tudjuk megcsinálni, tehát úgy kell mászkálnunk, hogy éjszaka legyen. Azt hiszem, hogy az inventory-t szépen menedzseltük, és körbeszortunk mindent a táskákba. Ezek közül egy-kettőt azért elraktároztunk, bölcsességünket növelve buzogány, ezt hogyha ebből craftolni lehetne, akkor jó lenne. Olvajcsuk, hogy az a nyitásokhoz kell, a nagyobb gonosztól védő köpeny, ez plusz 5 armor, hogyha gonosszal állok szemben. Pirkadat pajzsa pedig ugyanaz, csak underek ellen. Ez mi? What? Álljunk meg, ez még tele van cuccal. Az mi volt? Vagy ez a felszerelésem volt? Ja, a felszerelésem volt. Oké, meglepődtem, mondom, mi a fene az a sok minden. Fáradtan két napja nyúzom a Silent Hill 2 reméket, eszméletlen a játék, imádtam az eredetet, úgy megcsináltak, totál új élmény az egész. Randó példa remékkészítés ez a... nem rossz egyébként tényleg, de nekem nincs nagyon összehasonlítási alapom, mert én nem ismerem az eredetit, és így nem tudom, hogy milyen lehetett annak idején. Vannak kritikák, és sokan azt mondják, hogy jogos kritikák érik a játékot, de én mivel így játszom vele, hogy nem ismertem az alapot, én is csak ezt tudom mondani, hogy nagyon élvezem és nagyon szeretem. Viszont nekem a Silent Hill játékok azok mindig nagy erőt, lelki erőt, energiát igényelnek, mert rohadtul nyomasztónak tartom őket, és nagyon kemény a témája is, meg ez az egész survival, hogy itt vannak a barlangok, szerintem ide kell bemenni talán. Az az egész, hogy hard módban nyomjuk, ugye, és akkor meg kell határozni, hogy kivel száll szembe, meg kivel nem. Erős. Eléggé kemény. Jó témákat is feszeget. Aha, igen. Na jó. Megyünk éjszaknak, benézzünk a barlangba. Kíváncsian várom, hogy mi fog ott alakulni Shadrissát, ez a fickó elfogta. Nyomnunk kell egy G-betűs mentést is, és lehet, hogy pihennünk is kell, mert úgy látom, hogy a gyorsítást használtam. A szörnyidézést is. Ez a jelez mit akar jelezni számunkra? Mikötő bányája évek óta le van zárva. Aha. Jó, akkor reszteljünk előtte még egyet. És akkor a naplót bezárjuk, és... Hát ezek után... Most éjszaka van? Nem. Szerintem ez a nappal akar lenni itt a háttérben. Nagyon szeretem, hogy nem rág mindent a szádba, csak akkor veszel észre kapcsolatokat, hogyha figyelsz a játékra. Aha, igen. Sokat kell így gondolkodni, hogy mi az, ami a szemed előtt van, mit akarhat jelenteni vajon, meg ilyenek. Nagyon jól megcsinált játszás. Mondjuk, hogyha remake-ről van szó, akkor számomra, aminek van összehasonlítási alapja részemről, az a... Így, oda kattintunk. A Dead Space remake, az írdatlan komoly. Hogy vagy, Medi, jó estét? Meg a Dead Space remake-en kívül a Resident Evil 4. Meg hát nyilván Resi 2 is egy hihetetlen alkotás. Amink egy áldást, felbáfoljuk magunkat, mielőtt bemegyünk oda, mentünk egyet és szaladunk. Nézzük, hol van Shadrissa. Bárhol lehet, ezt a helyet pedig már kitisztítottuk, tehát én arra gondolnék, hogy a végén, a legalján található. Nézd csak az alján, mintha kinyílt volna valami. Ott van egy orkhiász. Akkor menjen rögtön. Ez lehet, hogy eddig nem volt nyitható ez az ajtó, nem? Az igen durva, amiket odaverünk, nem mondom. Kis kőbőrös szupertörpömmel. Hogy állunk a szintlépésekkel? 73-ban, 78-ból, akkor ez még odébb lesz ez a szintlépés. Raboljunk és nézelődjünk, oda átmegyünk, orkhiászok állnak szemben is. Várjál, mert orkok állnak a pókommal szembe. Aki enyhén megsérül, de egy orkot már levágott. Ezek az orkok sokkal egyszerűbb célpontok, mint gondolná az ember. Nem hittem volna, hogy ennyire könnyű lesz őket elintézni, de íme. Ismeretlen lövedéket találtunk. Villámló lövedékeket találtunk. Végzetes sebek gyógyításának kitalált is. Sebesült orkhiászszal állunk szemben. Szép csapások peregnek. Itt egy nagy láda van mögöttük. Hát nekem azok az etalonok, mivel nem tudom mihez hasonlítani a Silent Hill 2-t, de egyértelmű, hogy rohadt jó. Megpróbáljuk kinyitni, de várom most lehet, hogy harcban leszek. Csapdát is leszereljük róla valahogy. Siker nem lehetséges, bele kell, hogy álljak, akkor mentünk egyet. Hú, 103-at sebzett. Pedig még rajta van az elemi ellenállás gyűrűje is. Jó, egy ismeretlen gyűrűt vettünk ki belőle.
Hát lehet, hogy erre most rápihenünk, de nem, mert ellenség van a közelben. Azt a mindenit neki. Hát akkor menjen egyszerű sebekgyógyításra. Ez nem semmi. Magamra rakhattam volna az elemi ellenállást. Van még 53 HP-m, a 133-ban meg sietnünk is kell. Az a healing az ki sem ment. 2 goldot találunk még itt, meg még abban a maradványban van valami. Vártam már, hogy játszunk ezzel a játszival, mert nagyon szeretem ezeket a régi D&D kitanációkat. 24 életerőpontot gyógyított a kis healing, a egyszerű sebekgyógyítása. Isteni kegy, gyorsítás, isteni hatalom, ezeket még fel sem használtuk, pedig ezek a legdurvább buffjaink, úgyhogy azért van itt még mi a tarsolyban, hogyha esetleg szembe találnánk magunkat valami nagyon keménnyel. Erre most rámentünk és nézzük, erre kell menni tovább? Nem. Lehet, hogy ez a rész nem is volt még kinyitva itt végig sehol. Jaj, könnyen lehet ám. Ez micsoda ott? Orkijászok állnak szembe velünk. Sőt, ott még több orkijász van. Orkok, mindenütt orkok vannak. Egyetlen csapásból, haldoklásba kezdenek. Kaszabolás, rögtön a másik is kapta. Ahogy az elsőt szétvertük, a második instant benyelte. Jó, ez a tűzdemics, ami mellé pereg. Azt hiszem, hogy a 6 lesz akkor a izé? Tehát ami ott... Várjál, még egy olyan. Rókaravasság a szerzett tárgy. Azt akartam kérdezni, hogy most a piros damage a tűz, vagy a narancssárga? Bár lehet, hogy a narancssárga, ez be van zárva. Remélhetőleg a buffjaink kitartanak még eléggé sokáig. A HP-nk az teljesen rendben van, így hogy tudjuk magunkat gyógyítani is. Óriások átkát vettünk innen fel, az valamilyen lövedék. Ez a láda is be van zárva itt. Félrenyomtam, bocsánat. Azt akartam megnézni, hogy ott van-e még valami. Aha, a tábor tüzet ki lehet nyitni. Érdekes. Tüzes lövedék. Nem mondod, hogy mindent bezártak előttünk, de miért csinálnak ilyet? Szóval te ilyen nagy pszichohorror rajongó vagy? Szerbusz, Spektrál, hogy vagy? Milyen napod van ma? Remélem, hogy minden oké nálad. 28 zsetont dobtak a tűzbe, de miért tettek vajon ilyet? Ó, egy abroncsvért. Azt itt hagyom viszont, az nem fog kelleni. Buffok még rajtunk vannak. Lehet, hogy elnyomok egy isteni hatalmat magamra, bár ez kb. 20 másodpercen keresztül tart. De aki szembe áll velem, az mind azonnal halni fog. Mondjuk itt orksámán is van, meg minden, látod? Instant halnak. Ezt jól tettem, hogy elnyomtam, azt hiszem. Most kellett elnyomni. A hésztet nem ártott volna betolni. Exekító támadások peregnek. Súlyos sérülések. Jó lenne, hogyha lenne kaszabolás. Megvan a kaszabolás. Oda néz, hogy veri a karakterünk. Ezt arc behugyozó, hogy nyomja. Kaszabolás megy mindenkire és folytatja. És meg se áll, és senki nem tudja eltalálni. Hihetetlen erős. Hát beszarsz. Elhibáztuk a kaszabolást, de ez mennyire jó. Mindenkit lever. Ilyen szinten szarba húztuk őt. Hát hogy lehetünk ennyire táposak? Kaszabolás az ogréra, kétszervet. Mitől ilyen erős? Abnormálisan táp. Hát, hogy csinálja? Ha Taki ezt látná. Kaszabolás is ott van, sima csapás. Hát az egész szobát szétvertük. Ez az a játék, ahonnan ered a Witcher egy harcrendszere? Nem, mert ez D&D alapokon nyugszik. Itt kockadobások vannak, és csak itt balra lent írja. Ott pörök, hogy mit csinálsz. A Witcher 1-nek nem kockadobás rendszere volt, az nem D&D játék. Ez a hármas szabályrendszeren alapuló cím. És egyébként egy kultikus RPG. Rengetegen játszották annak idején, nagyon sokan imádják. Menjünk oda. Ott valaki el van bújva. Kiadtuk az 50 kacsa combot, főztünk 32 liter gulyás leves vállalkozóra. Az igen. Tehát ti főztétek meg azt, amit ő fog majd eladni? Az nem semmi. Micsoda piaci rések peregnek. Megkérsz egy éttermet és te adod el helyettük. 90 gold meg a végzetes sebek gyógyítása. Ez az ajtó nyitható. Van benti Jezgár, akkor most jön a következő felbuffolás. És ezt azonnal mész és vered széllyel. Saldrissa ide bent van. Akkor menjen megint isteni hatalom. Valamint menjen haste. És akkor menjen gyorsan egy isteni kegy is magunkra. Alatt rárangyolunk és instant vége lesz el. Hiszen úgy szétverjük, hogy esélytelen lesz velünk szemben. A haste rajtunk van, szaladunk mint az állat. Oda néz. Jézusom, csak peregnek a számok lefelé, súlyosan sérült Jezgár, el sem tud találni. Kimért meg Jezgár életét, várj! Ennyi volt a nagy harc.
Ezgár boldog, hogy megkíméltem az életét. Miért nem élek meg? Eddig sem kíméltem az életedet? Alakmás söpredék? Nem ő? Egy ork. Fél ork. Ezgár elmondja neked a titkot a fiatal lányról, Saldrisszáról, azután meghagyod az életét? Miféle titka lehet a lánynak? Saldrissza nem olyan igaz szívű. Ezgár nem rabolja el. Ő megszökött Ezgárral. Az ő ötlete volt. Az komoly. Hát velünk is próbált volna a csaj megszökni, úgyhogy ezen annyira nem is lepődhetünk meg, nem? Ne próbálj hazudni, Saldrissza egy ártatlan, elmehetsz, ártatlan a csaj. Ezgár találkozik Saldrisszával, amikor elrejtőzik a fogadóban laszkikötőben. A lányt elbűvölte Ezgár fizikai ereje, ráveszi Ezgárt, hogy szöktesse meg. Ne várt, hogy elhiggyem ezt a rakásszart. Nem, nem. Na jó, ne várt, hogy elhiggyem. Rábeszél és mondd el az igazat, mentünk egyet. Igazat mondja, Saldrissza azt akarja, hogy szökjek meg vele, őt vádold, ne Ezgárd, lány pénzt akar. Mondd el az igazat, ne hazudj most, te kutya. Kudarc. Mondd el az igazat, gyerünk Ezgárra. Most ezt magának mondja? Ide a pénzeddel most rögtön. Nincs pénzem, nem tud adni, törvényen kívüli vagyok. Készülj a halálra, ne hallgass előrem semmit, gyerünk tisztázunk, vagy elvágom a torkodat. Ne öld meg a Ezgárt, nem hazudtam, láda van, mögöttem benne van egy kulcs. Kulcs egy vasajtót nyit a kazamatától délre, ez az a hely, ahol a kincsem van. Mehetek már? Szükségem van a füledre, hogy megkapassam a jutalmat. Hát de most miért ölném meg? Hát Saldrissza most hová tűnt el? Vagy rá kellett volna beszélnem? Visszatöltjük ezt a mentési pontot. Megegyezik az engine? Az lehetséges, azt nem tudom, hogy megegyezik-e. Miért ne üljelek meg? Miféle titka lehetne? Próbálj hazudni. El ne higgyem, rábeszélés, kudarc. Várjál, hogyha újrakezdenénk, most a beszél... Ja, hogy lehet újrakezdeni is. Siker. Oké, ne üsd meg Ezgárt, leítattom Saldrisszát, ő olyan részek, hogy mindenben egyetért. Igazán egy tüzes lány. Haha, te szarházi, ide a pénzeddel most rögtön. Aha. Jó, akkor most ott van a kulcs. Oké, elmehetsz, de szükségem van a fülem. Nem. Meg foglak ölni mindezek után, lehet. Szóval leítatta a csajt, és Saldrisszát úgy akarta volna. Ez jó volt, hogy a rábeszélést erőltettük, mert kiderült az igazság. Envyen és a Baldur's Gate is ugyanaz. Igen, ugyanaz az a világ. Férunkban vagyunk ugyanúgy, bizonyám. Ismeretlen sisak, Ezgár füle is megvan. Saldrisszát meg kell találnunk. Itt van egy kulcs. Várj, most kettő kulcs van. Ezgár kulcsa is nála volt, meg ládában is benne volt. Ezt nem teljesen értem, hogy most akkor hogy van ez. Növeljük meg a mapnak az... Itt van bent a csaj, bezárva. Itt vannak ládák is. Várjál, csapdázva is van. Ez zárva, ezt kinyitjuk, nézzük. $33, leszedjük a csapdát. Egy gyógykészlet plusz 6-os. Azt hiszem, hogy a 6-os gyógykészletet ide tettük el valamelyikbe, ezt majd ki kell tudakolnunk, hogy melyik lehet, meg az ismeretlen sisakot is meg kell nézni. Kulcsokat azokat lerakjuk a quest itemek közé. Itt még nem volt olyan, hogy egyiket a másikkal... Nem lehet ezt olépteni, Szetra a drága kövét? Na azért. Tehát nem lehetett úgy cserélgetni a tárgyakat, hogy ráhúzod egyiket a másikra, és abszolút helyet cserélnek, sajnos. Jó, ezek megvannak. Karlat Jarek szentség tartója. Ez milyen tárgy? Mágus és fél lics, Karlat Jarek szentség tartója, Karlat bármilyen eszenciát tartalmaz, régóta üres. De ez nekem nem kell. Ez is egy már olyan küldetés tárgy, amit már magunk mögött tudhatunk talán. Jó, akkor a ládák tartalmai megvannak. Köszönjük szépen, beszéljünk akkor Saldrisszával. Oké, kérlek, ne bánts. Okás, hogy a kapát küldött, hogy mentselek meg. Megmentés? Várj csak, te vagy az, aki megmentette Neverwintert, vagy megbocsátanak nekem az istenek, lehetséges akkor a hülyeségnél? Soha nem szabadott volna... Hopp, egy rábeszélés jön. Innem neki, azt mondta, hogy nagy kalandot tervez, akkor a hős leszek. Jaj, te istenem, soha nem jutok haza, nyugodj meg, mondd el, mi történt. Nagyon sajnálom, nem hiszem, hogy erről most tudnék beszélni, haza akarok menni. Biztonságban vagy, csak légy szíves, mondd el, mi történt veled, megtennéd? Megpróbálom elmondani, te nagyon kedves vagy velem, talán meg sem érdemlem ezt a figyelmet, amennyi bajt okoztam. Akkor kezdődött az egész, amikor utolsó börtön töltelék fülét is leadtad. Ja igen, mert a többi szökött fegyencet elkaptuk, ugye. Egyszer csak odajött hozzám egy férfi köpenyben, azt mondta, hogy tudja, hogy kalandokat keresek. Furcsán beszélt, de pont ezt tetszett az egészben. Az egész olyan titokzatosnak és izgalmasnak indult. Megkínált egy kis borral, és közben arról mesélt, hogy a vízmélyei tanács bűnösnek találta valamiben, amit ő nem is követett el. Ezért szökött meg a börtönből. És bevetted ezt a régi mesét? Nem tudom, hogy miért hittem el neki, talán a bor hatott rám. Bár szerintem a gyerekes vágyálom,
Vágyálmom egy nemes hősről okozta a bajt. Aznap éjjel el is mentünk a bányába. Ott viszont félelmetes orkok vártak minket, és amikor megkérdeztem, hogy mi történt itt, ő csak nevetett és leütött. Azután szörnyű dolgokat tett velem, nem tudok erről beszélni. Hamar rájöttem, hogy mit akar. Hallottam, hogy apámról beszéltek. Jezgár elmondta nekem, hogy ha apám kifizeti a váltságdíjat, akkor elvágja az ereimet és elvéreztet a városban. Ha viszont megkapja a pénzt, akkor eled... Mi? Ha nem fizeti ki, akkor felvágják az ereit a városban. Az Ice Fiendet már végigjátszottuk, nagyon király volt. Nagyon jó volt. Szia Kábel, The Gamer, üdvözöllek, hogy vagy? Jó. Ha viszont megkapja a pénzt, akkor elad rabszolgának, az komoly. Nem szabadott volna vele jönnöm. Apa aggódik értem, zokogva mondja, annyira sajnálom. Vége van, biztonságban hazamehetsz. Jezgár elmondta nekem, hogy ez az egész a te művelés, te bérelted őt fel. Mi? Hát soha nem tennék olyat, ami árt az apámnak vagy Laszti kötőnek. Tudom, hogy rossz vagyok, mukás, de ők akkor is a családom és a barátaim. Ilyet soha nem mernék tenni. Soha nem tudnék tenni. Aha, hiszek neked, most már csak apádat kell meggyőződ, menj hozzá gyorsan, szia. Jó, akkor ő most elindul, nézzük, mi van a ládában mögötte. Csapda elsült, de szerencsére levédtük, ki kell nyitnunk. Érdekesen alakul az ő története is. 73 goldot találunk benne. Akkor innentől kezdve szerintem mehetünk is szépen vissza akár Lasz kikötőbe. Ez a láda, ez még nem került kinyitásra, és itt van még egy másik ajtó is. Szia Iván, hogy vagy, Mizu? 31 gold. Itt még lehet nekem, Emik? Nem hiszem, mert szerintem erről kellett, hogy jöjjek. Átévedek, itt vannak, igen. Ah, mert itt felfelé ezek szerintem nagyon mentünk. Ez eltűnt rögtön? De itt van. Nekem meg van vakharcom, úgyhogy... 38-ot verünk ezekre, de hogy? Milyen buffom lehet, ami ekkor átüt? Megnövelt erő, sebzés elnyelés. Akkor nincs is semmink. Sose D&D-ztem, annó 2001-ben jelent meg Káosz azt, hogy szerepjáték nemes István regény alapján készült, nem élveztem. Hú, hát én nekem ezek teljesen kimaradtak, ezek a címek, ezért is király, hogy most lehetőség van őket végigjátszani újra. Hogy először éppen maradtak még valamik. Már ott annyira gyengék ezek az orkok itt előttünk, hogy hát figyelj, 3 XP-ket kapunk belőlük, és úgy, hogy nincs csapattársam. Ha még az is lenne, akkor meg még ennyit se sikerülne rájuk ütni. Így most ide bent 400 XP-t szereztünk összesen. Pedig mekkora nagy harc is volt ott akik védeni próbálták volna ezt a helyet, nem? Írdatlan. Nem is hittem el. És hogyha más kasztot hoztam volna, lehet, hogy meg sem tudtuk volna csinálni, vagy... Na mindegy. Leszek kaszabolás, mert beállt mellém. Ha eltalálom. Ha ott van a kaszabolás, haldokolni kezd, és meg is van. Nézzük, hogy dobtak-e valamit még. Kérges bőri talált, jól van. Majd azt is fel, vagy berakjuk valamibe. Most vagy? Aha, most nappalban éppen. Tehát, hogyha... Megpróbálnánk a következő mellékküldére rámenni. A kígyó égkövei azt mondja, hogy... Olyan találtunk kígyó égkövet? Jezgár füle az megvan, az mint küldetés tárgy, az jó helyen van. Gulgas szíve, az még nem tudom, hogy kinek fog kelleni. Védőkő, van-e védőkövéből itt, oké. Szeter a drága köve? Az első a Vanev nevű helyi varázslónál van. Második Zamitránál, Lasz kikötőben van, átutazva Luskan felé megy. Setara, Neverwinter erdő boszorkánya. Aha, az megvan. Hát akkor most vissza kell mennünk Lasz kikötőbe, mert ott van valaki átutazóban, ugye? Szerintem ez így folytatódik. És akkor el kell mennünk Vanev tornyába. Vanev tornyába pedig a városból már talán lehet, hogy ki tudnánk nyitni. Még nem biztos egyáltalán. Jó, fele megyek? Nem, szerintem egyáltalán nem. Körbe kell, hogy menjünk és ott lemenni. Nem tudom, lehet, hogy pihenéssel lehet pörgetni az időt, amúgy. Ha pihensz, akkor a játékban vajon mennyi idő telik el? Mert ugye éjszaka lehetne a farkas embereket megtalálni. És tök jó lenne, hogyha még azt a melléküldét meg tudnánk csinálni, mert akkor ugye több XP-t szereznénk. Tudod, mi jutott eszembe, hogy ezt még nem néztük meg ide lent. De nem is volt itt mit nagyon nézegetni. Ezt a lányt már ugye kimentettük a barlangokból, hazahoztuk a férjének.
menjünk akkor Last kikötőbe vissza. És akkor utána, hogyha ez így alakul, hogyha nem is találjuk meg a farkas embereket, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy akkor menjünk a főküldén tovább, hogy haladhassunk vele. Tárgyakat viszont lootoltunk odalentről, úgyhogy lehet, hogy jobban tennénk, hogyha felvennénk a két gyűrűt, ami segít azon tárgyak azonosításában. Óriások átka, például ez a lövedék, ez Farel aranya. Nekünk lövedékek ugye nem kellenek, tehát ezeket mind eladogatjuk. Vörös tigris törzs amulet. Jól van, ez micsoda? Olvaj csukja, most már kettő van belőle, akkor ezt el kell, hogy adjuk majd. Zsolc, nagyon szépen köszönöm neked. Talán a hónap első feliratkozását. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszönöm, hogy ma sem maradunk támogatás nélkül. Nagyon-nagyon szuperrendes vagy. Igazán köszönöm. Tényleg nagyon sokat számít. Nagyon köszönöm neked. Hogy vagy, mi a helyzet? Jó estét neked is. Szia-szia! Most akkor bemegyünk ide, hogy Shadrissát ugye elintézzük, mármint hogy őt ugye megmentettük. Elmondjuk apjának, hogy mi a helyzet. Ott van Kendrak. Nincs itt a csaj, akkor hol? Ja, ott áll mellette. Biztonságban van, visszatért, nem tudom elégszer megköszönni. Tényleg az a hős vagyol, akiről a Lady mesélt. A lány össze van zavarodva, de egyébként jól van. Talán most megfékezik a kaland utáni vágyait, nem? Itt van, fogd a Jezgárért járó fejpénzt. Kaptunk 300 aranyat és 100 XP-t. Ó, bár csak több, amit adhatnék neked. Ha megtalálnád a váltságdíjat, kérlek tartsd meg. Bármilyen küldetéssel bízott meg a Lady, a legjobbakat kívánom hozzá. Tényleg mondta Jezgár, hogy van egy láda délre, nem? Egy ajtó mögött. Tényleg mondta. Ez a városa mindenem. Köszönöm, hogy megmentettél. Soha többé nem fogok semmi bolondságot elkövetni. Oké. Tényleg mondta a csávó, hogy van ott egy ajtó, nem? Beszélt róla. És ő pedig említette, hogy a váltságdíját azt nyugodtan tartsam meg. Átutazóban van Last kikötő felé. Nem, Luskan felé. Akkor gondolom, hogy nem az úton fogom megtalálni ezt a fickót. Mert én is Luskan felé indultam el a zöld griff fogadóba, ugye? Akkor van F-tornyába kellene elmennünk. Ja, de az is ott volt a zöld griffnél talán. Kicsit össze vagyok már keveredve itt a térképeken, mert ugye most elég sok irányba lehetett elmenni. Éjszaka is van, ez nem rossz. Ha éjszaka van, akkor lehet, hogy találok farkas ember, csak hát a fene tudja, hogy merre keresem. Barátoknál festés, itthon lámpaszerelés volt, megérdemelt sör, stream és chill. Nagyon örülök neked, ez nagyszerűen hangzik. Lámpaszerelés? Miért? Mi volt a gond a lámpáddal? Ez most itt fölfele barlang és zöld griff fogadó Luskan. De milyen ajtót mondtak? Nem lehet, hogy az volt a váltságdíj, ez a 76 gold a csaj, de szerintem de. Akkor viszont ezt megcsináltuk. Nem a barlangtól délre van az ajtó. Farkas emberek hol vannak? Vérfarkas vadász. Ander, aki jelenleg a Fegyverek Szövetsége fogadóban tölti napjait, kalandozók között próbálva elhinteni a hírt, hogy tragédiáról barátaival történt, az a gyanúja, hogy Bram valahol a perzselt erdőbe vezető út mentén lehet, és Geth talán a Neverwinter erdőben keresett menedéket. Ander nem tud biztosat Urth felől, de javaslata alapján a szüleivel kellene beszélni, akik a város szélén élnek. Sir Karatiszt utoljára a fekete farkas feltételezett barlangjánál látta a zöld griff fogadótól keletre lévő dombokon. Akkor most két fiú előkerült, Neurik biztosan szívesen megvizsgálja Karatis. Igen, oda, jó. Melyik kettő került elő talán? Azt nem is tudjuk. Mindegy, elmegyünk itt akkor arra, amerre Karatis sejtjük. Elő a szülőkkel kellett volna beszélnünk Last kikötőben, nem? Hoppá, rajtunk ütött valaki. És 11-et azonnal rám vertek? Ki ez? Sötét nyelv, törött csont. Meg fogok halni, te hülye. Húzzunk el onnan. Meg fogok halni, esküszöm. Állítsuk el az időt, az őr már ott van mögöttem. Ez baj. Ez nagy baj. Gyógyital használta. Oké, menjünk, elkerülés siketlen, 6-ot sebeztek megint, szaladjunk. Hát erre nem számítottunk, ugye nem voltunk felkészülve arra, hogy nem vagyunk felbuffolva és sértetlenek. Ez szerintem szektás társulás. Menjen a sebgyógyítás. Szaladás. Hát 9-et rám vertek, de mennyi volt a healing? 15, aha, nem volt elég. Nem baj, figyelj, én szaladok, aztán majd lesz valahogy. Nem pihentünk, nem buffoltunk, felkészületlenek vagyunk. Lehet, hogy inkább izét kellene? Ugye mondom. Menjél még, nálj meg! Lehet, hogy ezt kellene használni magamra.
Nyomod. Oké, ez eddig menő. Lehetünk tovább. Portolj el. Azt mondod, hogy a portálozás segítene? És hogyha most megfordulnék, és azt mondanám, hogy imádság... Várjál, nem. Isteni kegy magamra. Próbáljuk meg az őröket szét... Nem, hát már is rengeteget sebződtem. Ennyi is sebe... szétvernek. Meghalunk gyerekek. Hát ennyi volt. Be tudtak jönni a kikötőbe? Ide csak nem jönnek be, ahol őrök vannak. Hát hogy sikerült ezt túlélni? Hát haldoklik a karakter. Jó Isten. És ha most kimegyek, akkor ott lesznek. Húsz éves, még előző lakásban is spotlámpán volt, megérett a LED-re váltás. Előszobában, lépcsőházban, jövőre meg szeretnék új butorokat, ide való környezetet otthonos legyen. Jó hangzik ez nagyon, és örülök neki, hogyha így modernizáld a környezeted, mégiscsak jobb olyan helyen lenni, amiért így dolgozik az ember, meg minden. Nekem is volt tavaly ilyen LED lámpákra való átállás, de hát muszáj is volt. Sokkal kevesebbet esznek a LED lámpák. Szóval most visszamegyünk és megpróbáljuk őket arcon verni, ha még itt vannak. Itt vannak, igen. Alakul, meg mindenki engem ver? Jó, fel kellett volna nyomnom a haste-et meg mindent, mert ezek nagyon erősek. Találjuk már el őket valahogy. Okom súlyosan sebesült. Most kellene még benyomnom a komor tüzet magamra. Exekító támadással próbálkoznak. És hogyha ez ott van rajtam, akkor most próbálhatnék egy haste-et. Meg egyébként egy isteni hatalmat is majd. Vagy ez bejöhet? Rip, azt mondod, meg vagyunk? Volt egy mentésünk odakint. Jó, és most egy haste-et is. Bocsánat, egy haste-et. Okom meghalt. Perc, 133 HP. De most nyeltünk sokat. Jó. Oké. Mindenképpen szarul jöttünk ki. Kívül kell buffalni, mert ezek itt vannak. Itt buffalunk, átmegyünk és szétverjük mindegyiket. Ha minden jól megy. Itt volt, amikor megültünk pihenni. Remélem, hogy ezektől jó sok mindent szerzünk, mert a karakterünk egyébként szuper OP. 74.414 XP-nk van, szépen töltődik az életpontok száma. 133 életpont sem kevés. Egyébként 78.000-nél pedig a 10. papszint fog majd megjönni ránk. Kikérjük a vadállatunkat. Bár lehet, hogy itt most a 6-os szintű vadállatunkat is érdemes lenne kikérni. Milyen napod volt, Iván? Nyomadtad neki rendesen? Ennyire a bika erő, a kőbőr. A kőbőr az nagy szolgálatunkra lesz, ez biztos, mert az... Ugye levéd vagy 100 sebzés, tehát megduplázza a HP-nkat. Szerintem mehet nyugodtan ellenállás is. Itt pajzs, áldás, isteni segítség, mindent magunkra tolunk. Megáldjuk itt a Gézát is, a Last kikötőbeli Zsoldost. Az összes buffot magamra rakom. Utána úgy is le tudunk ülni, hogyha gáz volna. És akkor most jönnek a nagy buffok itt az ajtóban rögtön. Ez nagyon kicsi ideig tart, úgyhogy... Próbáljuk így. Megcsináljuk akkor az imát, bár az isteni hatalom az nagyobbat megy. Most egy gyorsítás. És akkor még egy isteni kegyet is megpróbálunk feltenni, hát ha még belefér. Most a gyorsításnak köszönhetően ugye fele annyi a casting time. Lehet. Mentés, szaladás, és kemény szétverés. Nézzük. Nem raktam fel a komor tüzet. Nem baj, mindegy, így talán így is elég erős leszek. Azaz, nagyon szép dupla támadások peregnek. Adoklik az egyik őr, meg van kaszabanás kritikus találata, 24-et ment, nagyon szép, a 13 az alapsebzés. Hát ez még gyorsabb lenne, hogyha még a komor tüzet is magamra raktam volna, de nem baj, ez így már rendben lesz. Sötét nyelv, törött csont, elkezdett haldokolni. Mellett álló őr, gyönyörű buffok mennek. Meg se tudnak sebezni a kőbőr, mindent levéd. Jaj, nagyon király. Úgy is van. Nagyon szép volt. Nézzük a maradványokat. Egy harci pöröly. És van még más is. Spiritus, nem annyira kell. Na hát, bennünk van az erő abban az esetben, hogyha magunkra toljuk ezeket a dolgokat. Nem volt, amikor megvan a tír feleszett,
Azt hiszed, tiéd a világ, oda mész szombréskodni Hordas főváros őrhöz, na majd most, és hát mégsem. Hát nem kell a Hordás őrökkel szarakodni, maximum raidek során, nem? Keleti út Neverwinteri erdő felé. Északra a zöld griff, attól keletre van egy barlang. Nézzük meg! Maradványai vannak itt valaminek, de szerintem ezek a kis goblinok, amik itt laktak, ugye? Ilyen apró kis lövedékeket szórtak széllyel. Ez a fickó nem hagyott nekünk amúgy semmilyen iratot, vagy bármit, ami esetleg elmondaná, hogy honnan jött. Az őrök biztos meg voltak fizetve rendesen? Miért mondod? Itt van egy barlang, sírások, kunyhó, meg temető. Luskan felé északnak megyünk. Szerintem a barlangot vegyük célba. Be tudok menni a vízbe, de hogy tudok? Átmenjünk a hídon. Elaludtam Dark Souls-on, most értem magam, az ennyi történt. Akkor fenn lesz a hajnalig, nem? Jó, sokat aludtál. 3,5 órát azóta. Nehéz lesz így visszaaludni. Ebben a barlangban kellene benne lenni a farkas embernek, és éjszaka van. Talán ebben kellene benne lennie. De én ezt már bejártam egyszer. Zsákmánytartó. Üres zsákmánytartó. Őrakásban van valami. De szerintem én ezt már kitisztítottam. Kívül mentettünk volna, visszatöltöttünk volna, akkor gyorsabbak lettünk volna. Meg volt a heti micsoda? Heti alvásod? Szoktál te aludni, miért mondod? Ez a terület erős farkasszagot áraszt, emberi aktivitás jelei is láthatók, bármi is érjük jelen pillanatban nincs itthon. Aha, akkor ezért mondták, hogy a gyerekeket találjuk meg először, mert utána itt lesz akkor a végső farkas emberes küldetés lezárás. Lehet, hogy a harmadik gyereket amúgy meg sem tudjuk menteni, mert hiába van nálunk mondjuk egy ezüst amulett. Lehet, hogy nem fog segíteni, mert nem akarja a gyerek, hogy megmentsük, ugye? Tehát, hogy eddig az első kettőt rá lehetett azért beszélni, hogy vegye már magára és kigyógyult tőle. Viszont a harmadikat már így lehet, hogy nem fogjuk tudni. Lehet, hogy lesz egy ilyen kis fordulat a sztoriban. Hát viszont akkor vissza kell, hogy térjek a kikötőbe. Ennyi a pénzünk. 249 000 portálkövet használok, és akkor ide visszatérünk majd. Különleges erő kizárólag önmagadra, így még gyorsabban hazaérünk. Kiszállunk itt, és a város szélén élnek a gyermek családja, ugye? Kikötőház az nem az. Honnan tudnánk, hogy melyik ház az? Tengerészek vannak itt. Doboz kinyitottuk, ez melyik ház? Város szélének számít ez, vagy ez a sarka az? Fajta ajtó el van torlaszolva. Meg kell találni a szüleit, beszélgetnünk kell velük. Hoppá! Azt hiszem, hogy volt egy kisebb bug. Egy pillanatra a fellegek között jártam, hogy aztán rendesen be legyek csicskítva. De hát történt már ilyen. 3 óra bőven sok többi már lustálkodás. Apám azt mondta, vadászatba indult melóba, annó csicskák vagyunk már. Hát, mondjuk... Tudott akkor ő rendesen. De ezt néztük már? Ez micsoda? Ez a zsákmány tartó, meg ez a láda. Néztük ezek szerint igen, de az éjszaka így világítani szokott. Nem volt itt valami... Ja nem. Meg a régi vágású emberek, szerintem a szüleink generáció egyébként is keményebb, mint a mi generációnk. Mi meg valószínűleg keményebbek vagyunk, mint az utánunk jövők. Legalábbis eddig én nagyjából így vettem észre, így az unokaöcséimen, meg a szüleimen. Itt lakik ez a család? Eisenfeld. Ha a fiunk után kutakodsz, figyelmeztetlek, hogy nincs itt. Hello. Ulf. Jött valaki. Tudod fogadni, fiacskám? Pokolba ezzel azt mondja, fogjad a fegyvert, imádkozzál, hogy nem lesz szükségünk rá. Mi van? Fogjanak fegyvert? Miért? Nem lehet, hogy egy gyerek az emeleten van. Innen már nem nagyon van lejjebb. Na mire gondolsz? Ott van bent Urs, a gyerek. Azt a büdös mindenit. Nem tudok uralkodni magam, mondja a gyerek. Ne üljük már meg! Mentsünk egyet harc közben! Kihívás érték? Igen, vérfarkasok bonyolult társadalmi életet élnek, míg egyesek időnként magányosan bolyonganak, mások szövevényes rituális társadalmat alkotnak. Átváltoztatva, csökkentett erő, mérgezett. Tudok esetleg olyat csinálni, hogy hatalmas visszaállítás a gyerekre? Próbáljuk már ki.
pókom lehet, hogy megveri. Sértetlen. Köves inkább. Nem, most csak a HP-ját állítottuk a hatalmas visszaállítással vissza, nem volt jó. Lehet, hogy a végén feladja a gyerek, nem? Mert most nem, elvesztette a kontrollt maga fölött. Mit nasizó Réka? Mit hoztál nekünk? Súlyosan sebesült most már. Aldoklik. Ne bánts tovább. Jó, te köves. Farkas szelleme eltávozott. Miért jött ide? A szüleim mondták, hogy menj el, nem? Arról is meséltek, milyen rettenetes dolog ez? Miért nem hagysz engem békén? Ki vagy te? Úrt vagyok, ligantrófiával fertőződtem meg. Ezért rejtőzködöm itt, hogy senki ne lássa ezt. Van néhány ezüst amulett nálam. Használnád ezeket? Miért nem ölsz meg inkább azonnal? Miért akarod, hogy saját magam tegyem meg? Mentünk egyet, rábeszéljük. Ez gyógyszer, meg fog gyógyítani. Siker, gyógyít. Hogy őszinte legyek, inkább halok meg reménykedve, mint remény nélkül. Add ide az amulettet. Jó, megvan a gyerek, megvan mind a három. Működik, érzem. Annyira köszönöm. Itt van, fogd a gyűrűmet, vidd el Neuriknak, akkor tudni fogja, hogy jól vagyok. Jó. Nem akarok megölni. Jó, Isten. Várjál, véletlen rányomtam, hogy megöllek, te szemétláda. Gyerek azonnal kikelt magából. Remélem nem rontottam. Ha elrontottam, akkor visszatöltjük. Jó, akkor most elmegyünk Neurikhoz. Ez tök jó, hogy a gyerek itt bujkált végig bent. Ezt nem hittem volna. És akkor most kell lemennünk ugye a farkas barlanghoz, hogy Sir Karatisszal is találkozunk, aki ugye ténylegesen ő az, aki a gyerekeket ugye, tehát megfertőződött. Pizza, vacsiról maradt egészségedre. Van rajta ananász? Ilyenkor még enni, illik ilyenkor enni még rakott krumplit? Azt teszel, ami jónak jól esik. A gyerek még mindig jön. Szarok rád, gyerek, én teleportálok. Neuriknak elhoztuk a fület, vagy micsodán? Beszélünk el a vérfarkasról. Elértem némi sikert a kutatásban. Itt van Urt és a gyűrűje. Egyszerű munkát végeztél, valóban mindenünk adós. Gyerek, hagyjál már békén. Beszéljünk már veled. Nem tud most veled beszélni. Várjál, álljunk meg, mert most ezt folyamatosan verni próbál. Elvesztetted Urt gyűrűjét. F9 visszatöltés, jó lesz. Ki vagy te? Az is, ez is amulett rábeszél és siker. Jó, és akkor most? Köszönöm, fogd a gyűrűmet, vidd el Neuriknak. Jó, társalgás befejezése. Ennyi volt. Jó. Most nem próbál meg megölni minket az ökleivel. Most menjünk el akkor Neurikhoz. Ugye itt nyilván megint lehetne a portálkövet használni. Most már elszaladok odáig. Nyilván nem erre kell menni. 0 óra 43 perc. Még van jó két óránk, hogy befejezzük ezt a fejezetet. Ez tök jó, hogy haladunk a melléküldikkel, utána van F-hez kell elmenni, majd meg kell találnunk az átutazót Luskan irányába, és akkor nem tudom pontosan, hogy hol volt ez a küldi, ahol ezt a melléküldit még felvettük, de azért, hogy kettő melléküldi van, még mielőtt a fejezetet befejeznénk. És akkor minden helyen voltunk, mindent megcsináltunk. Szerintem nagyon, nagyon frankó kis fejezet volt ez. Tetszett, hogy rengeteget kellett harcolni a különböző barlangokban is. Vérfarkas, sikert értünk el, megvan Urt és itt van a gyűrűje. Egyszerű munkát végeztél valóban, adósok vagyunk, a fiú átka véget ért, igen. Mindenről beszámolt, némi enyhülést hozhat, a hősiesség egy jó szolgálatunkra van. Fogadd a köszönetemet, oké, bár csak mindezen túl lennénk, már Sir Karatisz lenne szabadon, feltéve, hogyha ő maga a fekete farkas. Ezt még ki kell derítenünk, de te kifogod, nincs kétségem, ígérem, a jutalmad most sem fog elmaradni. Jó, még nem sikerült Karatisz vagy a fekete farkas nyomára bukkannom. Nincs kétségem, hogy megteszel mindent, amit lehet. Az idő talán nekünk dolgozik, de a szerencse... Mi? Idő lehet, hogy nem nekünk dolgozik, de a szerencse igen. Mesélj nekem róluk. Átkozott vérfarkasa, igen. Jó, igen. Ezt már ugye ismerjük az ő történetét. Hát akkor ez ennyike. Viszont van nálam, szeretnék vásárolni a templomtól, van nálam egy-kettő dolog, amit... Ja, elhasználtam a visszaállítást, mi? Azt el. Arcipörölj, kimehet, tolvaj, csukja 2000 arany. Hát semmi más nem adunk el, megyünk már is. Várjál, mi lenne, hogyha visszahívó portállal aktivál? Nézzük meg. Fizetünk 150 aranyat. És itt vagyunk a barlang mellett. Mondta, hogy itt vagyok a barlang mellett. Ez menő, de akkor esztelünk idekint, mert lehet, hogy fel kell buffolnom magam. Hát, figyelj, éjszaka is van.
Tehát ilyenkor jó esélye itt lesz bent a barlangban. De lehet, hogy napszakhoz kötött. Nem küldi álláshoz. Buffolunk, nyomatjuk. Ezeket sajnos mindig meg kell ejteni. Savanyú az jó ötlet? Csoda. Milyen savanyúkban vagytok benne? Nem hiszem, hogy egyébként Sir Karatis akkora erőt képviselne, hogy gondot okozhasson esetleg nekünk, de azért jobb, hogyha felbuffoljuk magunkat, nem? Ellenállásból 4 darab van nálam. Biztos ez? Miért van ilyen sok? Vagy van nálam valami tárgy, ami ezt okozza, hogy többször kasztolhassam? De bemegyünk, megnézzük, hogy mizu van. Áldást raktam? Nem raktam. Majd most rakok. Hát... amúgy nem látom ott most őt. Lehet, hogy megint az az, hogy nincs itthon, tehát valakivel beszélnem kellene. Mindhárom fiú előkerült, Neurik biztosan szívesen megvizsgálja a kalandor gyűrűt, amit Sir Karatis adott a fiúknak. Talán itt az ideje felkeresni a tragédia kezdő színhelyét, annak megállapítása véget, hogy Sir Karatis ott időzik-e még, vagy nem. Ott van. Karatis Vashsi, sértetlen. Szia Folti, hogy vagy, Mizu? Kérlek, nem tudom visszafogni magam, mondja. Majd lesz a szart, jó az. Sosem talál el bennünket. Van 29-es védelmi osztályom. Gyerünk, gyerünk. Súlyosan sebesült, alakul. Mindjárt haldokolni kezd, és akkor lehet, hogy kiszáll. Lehet, hogy azt mondja, hogy nem akarok többet küzdeni. Ekkora pókó, az én pókom. Aukom. Haldoklani kezd. Még mindig nyomni kell. Nincs megállás. Hát lehet, hogy meghal. De szépen tér ki a csapásaink elől, látod? Még 35 pontnyi damage-et nyelhetünk el. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan támadott kicsiket ránk, és 65-öt már rám sebzett volna, az a fél HP-m amúgy. Azt hiszem meghalt. Nem tudtam vele beszélni. Acél szívű Sir Karatis naplója. A mennybéli hadseregek zúdítsanak tűzesőt ellenségemre, Alheorra, Alhelor, vérfarkas, az alfa hím éveken keresztül űztem végül egyetlen harapásával megfertőzött, az általam oly gyűlölt korral, nincs kétségem felőle, hogy még mindig kereskedő álcája mögött rejtőzködik. Vagy a vérfarkas vére végig dübörgött rajtam, kirohantam, és azok a szegény kölykök által még tovább terjesztettem ezt a rémséget. Legalább egyikőjük megmenekült örjöngésemtől, Ander a legkisebb. Csak remélhetem, hogy visszajut a városba és elmeséli Neuriknak a történetét. A papvadász csapatot... nem. A pap vadász csapatot küld majd ellenem. Remélem képesek lesznek elpusztítani, mielőtt még tovább terjesztem ezt a félelmetes átkot. Az istenek legyenek könyörületesek. Azt mondja, hogy ez az Alhelor vagy Alheor, kétféleképpen írják, kereskedő képében található meg, és ő a farkas. Ezt gondolom, hogy jót tenne, hogyha Neuriknak elvinnénk az infót, nem? Ehhez szerintem kivegyünk a barlang elé, és onnan használjuk majd a teleportálást. Gondolom a ládákban most nem jött be út, ugye? Most lehet, nem lett volna hülyeség megnézni, mindegy. 150 XP-t kaptunk. Ez mennyit jelent? 75.200-nál járunk a 78.000-ből. Nagyon lassú a szintlépés, ugye ezt már eddig felfedezhettük. 10... hogy vagyunk? Jó kérdés, hogy a kalandor 3-mal indítottunk, utána a pap 9-et nyomtuk bele, tehát 12 szintet léptem, 11-et léptem akkor eddig. Jó, és nem erre megyünk, hanem az útra vissza. Utána hazateleportálunk, beszélünk Neurikkal. Vannak híreid? Igen. Tudom, hogy kit rejt, valójában a fekete farkas Alhelor az. Igazad beszélsz, Alhelor? Hát, hogyha ő áll a dolog mögött, ki sem bírom mondani, el kell pusztítanunk a fekete farkas, átkának véget kell vetni, nem követelhet újabb áldozatot. Bárcsak ne kellene ezt kérnem tőled, de felkutatnád őt és megtennéd, amit kell, kérlek, fiú testvérem. Tedd meg és hozd nekem a fogát, hogy tudjam, hogy egyszer és mindenkor elmúlt a veszély. Úgy teszek, ahogy kérted.
Tudom, hogy bízhatok benned, erőfeszítés, meghaladnak minden. Igen, jó, de hol van Alhelor? Lehet, hogy bent van a házában? Karatis felfedte a családi nevét, hogy Alhelorra kereskedő vérlények elleni dolgokat árul Ander mellett a Laszki kötői fegyverek szövetsége fogadóban. Fiú élete hatalmas veszélyben forog, Neurik parancsa megtalálni és megsemmisíteni. Tehát akkor a fegyverek szövetsége fogadó mellett, vagy abban benne? Térkép. Az itt van fent, fölöttünk. Sőt, ez az. És most itt fogunk bent küzdeni. Ott van Ander, de Alhelor már nem áll mellette. Kérdezzük meg Andertől, hogy hova ment. Haza ment pihenni, talán tudok válaszolni a kérdéseidre. Ander, figyelj, tényleg Alhelor, a fekete farkas. Mi? Hát az nem lehet, ugratsz, ugye? Nem viccelek, figyelmeztetni akartalak. Nem vonom kétségbe a szavad, valahogy mindig is kicsit különös volt, soha nem gyanítottam, hogy milyen bolond voltam. Ezt, hogy elmondtad, feltétlen figyelni fogok rá, azóta nem láttam őt, amit visszament a tónál lévő házába. Jó, a tónál lévő ház, köszi. Menjünk oda. Ezt a térképen láthatjuk is szerintem. Ah, rögtön rá is tapintottam, a másik irányba, errefelé van. Demoni Creeper, összekövetést üdít nálunk a vészkorúsban. És ott áll bent Alhelor, aha. És, de hát itt már ezt sejthettük is, hiszen voltunk ebben a házban. És ugye mondták, tehát hogy itt ilyen, mit tudom én, oltár meg ilyenek vannak. Jó a szaglásod, hogy ide tudtál engem csábítani. Azt hiszem, be kellene mutatnom téged a fogorvosnak. Mi van? Megérzése. Te vagy a fekete farkas, miért futottál ehhez a raktárhoz? El kellett tüntetnem a nyomokat. Egy idegen, aki kijön a városból, felajánlja a segítséget. Ilyen áruha lenne jobb, mint ez. És még ad nekem egy esélyt kifejleszteni egy lassú ellenállást a farkasméreggel szemben is. Mi ez a megtévesztés? Mi farkasok, ragadozók vagyunk, csupán alkalom adódott vadászni a vadászra, és bűneimet az áldozatomra tűzöm. Épp eleget lapultam Karatisszal. Ha te vagy az, akkor miért futottál a raktárhoz? Ennyi? Csak megölni tudom? Öreg és furfangos farkas vagyok. Én leszarom, hogy mi vagy. Halott vagy. Mindjárt szétverjük, még a buffjaink kitartanak, de a legerősebb buffokat nem nyomtuk magunkra. Amíg ez nem egy, addig töltök is magamnak inni. Nagyon megsebezni nem hiszem, hogy megtud. Még a kőbőr is rajtam van. Egyébként is kiütném magamat, az biztos segítene. Miért? Mi van? Valami baj van, Iván? Tudunk segíteni? Na, végre el tudod találni. Meg még egyszer, csak ilyen kicsiket ver. Kicsit, vagy kevésszer találok be, de akkor mocskosul. Aldoklik már. Nyugalom, Mokibot, nyugalom, jó lesz. Alakul, és a HP-nk még mindig tökéletes. Még egy csapás, és meg vagyunk. Na jó, még kettő. Pók vert el. 308 XP-t adott nekünk Alhelor. És ezzel a fekete farkas meg is halt. Itt van egy közepes egyéb. Foga itt van, de mi az, hogy egyéb közepes? Ezeket az eszközöket régen elfeledett lovagrendek és harcos papok készítették, manapság jók és gonoszak egyaránt használják. Használhatsz, isteni segítséget hív le. Áldást is lehet. 3 használt per nap. 3 használt per nap. 3-as szintű isteni segítséget ad. Isteni hatalom, ima. Melyik az isteni segítségem? Ja, ez. Aha, meg az áldás. Pont az első kettő. Hát azt el is adhatjuk akár. De nem rossz. Nem rossz, hogy van ilyen. Akkor most ezzel is megvagyunk. Megyünk Neurikhoz. Megmondjuk, hogy mi történt Alhelorral. És innentől kezdve... Hogyha lenne első játszani, a Cuphead nevű játék a Szia Norbert, kétszer is végigjátszottuk már. Nézd vissza, ott van alul a végigjátszások panelek, mind a kettőt el fogod érni.
Megtalált kétszer is, benne van a rossz endinggel, benne van a jó endinggel is. A DLC-t még viszont nem játszottam, az nincs meg nekem. Na, Alhelor meghalt, itt van nálam a foga. Sötét napok borultak Laszki kötőre. Hát emlékeztetél minket, hogy a nap hajnalban újra fel kell. Laszki kötő bajnokának íme fogadd el hálánk zálogát. Á, köszönöm Isten veled, 600 XP-t adott ez. Összesen akkor több mint 1000 XP-t adott a melléküldetés, bármikor szívesen látunk. Örökre adósod leszünk, lesz, igen. Jó, utad legyen biztonság, köszi, szia. Jó, ez is megvan, még sincs este, megy egy mentés. Most kellene valahogy eljutnunk Vanekhez. Csak nem tudom, hogy melyik házból. Ja, várjál? Volt egy... megrepett üllő, Vanev kunyhója. Aha, lehet, hogy ott át tudunk menni a mágus tornyába. Ott egy jó nagy ilyen... kicsi volt a torony kívülről, de belül ugye hatalmas hely, egy mágus lakta. Mokás fiú testvér, azaz. És ő volt az, aki a falubéli lányokat csábította magához állandóan. Akik világot szerettek volna látni, meg minden érdekességet. Hát cserébe ő meg egy-egy éjszakát kért tőlük, ugye. Na, ezek visszajöttek ide a csontvázak. Innen még nem is jöttem be. Lehetett volna egy Turn Under, de jók vagyunk így is. Hol vagyok most az instán belül? Itt van két ajtó éjszaknak. Nézzük, hogy mi van mögöttük. Csontvász harcosok, tömkelege. És ha azt mondom, hogy élő voltak előzések, akkor mit csinálok? Lesz a szarták amúgy. Kicsit csebeznek ránk, nem vészes. XP-ben 76100, 76177. Kevesebb mint 2000-re vagyunk a szintépésünktől. Rakás koponya, vízbogárhas nem kell, köszönöm. Végzetes sebek gyógyításának itala az még jól jöhet. És azt hiszem, hogy nagyjából ennyi is volt ide bent. Nézzük a másik ajtót. Hát gondolom, hogy a csontvázak azok csak ilyen csontváz újakat adnak nekünk. Hát több mint valószínű. Általában ezt szokták. Kár, hogy ebben a chapterben nem lehetett fegyvert létrehozni magunknak, mert hogy a páncélzatunkat teljesen leváltottuk, de semmilyen fegyvert nem sikerült magunkra aggatni, ami újabb lenne. Ezek a bogármedvék, ezek sosem jelentettek nekünk problémát, nézzük, hogy most sem fognak. Mit lehet náluk felvenni vajon? Némi aranyat hagytak hátra, úgy látom. Meg egy folypátot, jó. Itt is van egy ajtó, mentsünk erre rá? Valaki megtámadta másik oldalon, jól látom, hogy neki iramodott. Iszap nefitek vannak itt. Szerintem itt lesz az a drága kő, amit el kell, hogy vigyek annak a mellékküldetés adó Jóskának. Tudom, hogy láttam valakit, és csak goblin sámának nyomulnak ott a másik oldalon, itt pedig akkor mindenféle kötetet nézhetünk meg. Muszkáni misztikus testvériség és szövetség és egyebek. Ez egy bogármedve nyelv, nem szlaád nyelv, teremtőfajok története. Nincs is ide bent semmi, ha csak nem a sarokban Neverwinteri erdő. Egy maradvány. 3 gold és húzunk a másik irányba. Ott csapda is lesz majd, még jó, hogy az érzékelés az itt most magasra megy. Mondom, ők nem léphetnek bele a csapdába, ugye? Nem hát. Nekem viszont a hatástalanítanom kell. Siker, király. Jó, hogy kombatban is sikerült. Csatlakozás a csevegéshez. Úgy néz ki, hogy eddig le voltam szakadva, nézzétek el kérlek. Ha írtatok valamit, ismételjétek meg kérlek szépen. Behatolók elpusztítani, mondja a húsgólám. És itt a lépcső lenne fölfelé. Mi lesz a másik irányban? Még itt még egy hosszú folyosó működhet. De jár a buff, az nem baj, ez nem lehet, most jók vagyunk. Itt nincsenek erős ellenfelek, talán. Á, mondjuk ez 12-ket bemar azért. Ez a húsgólem nem is olyan gyengen, és csak 54 HP. 38 HP. Jó, de megpurcant azért. Nem semmi, nem mondom. Szerintem leülünk pihenni. Nem tudsz addig pihenni, amíg csinálsz valamit. Még a kombat zene megy, addig... Na most lehet pihenni, azaz.
Jobb lesz, hogyha összeszedjük magunkat, úgy látom, hogyha még több ilyen húsgólem jönne szembe, akkor lehet, hogy bajba kerülnénk. Örülök neki, hogy ez a játék is előkerült, mert már 2 hétig nem tudtunk vele játszani, aztán kedvelem ennek a történetét, meg minden. Mondjuk lehet, hogy nem kellene feltétlenül minden mellékküldét megcsinálni, meg ilyeneket, mert amúgy még a játéknak az 1/3 van hátra talán, az az alapjáték, és akkor utána van talán 2 hosszabb DLC, amiknek a magyarításában nem vagyok még biztos. De jó lenne, hogyha lenne, mert amúgy igény éppen volna rá. Varázsruházat és szállítás nem kell. Oké, ez így rendben. Ez egy gargoyle, ugye? Aha, csapda elsült. És szintén szívást kaptunk belőle. Benézzünk abba a vitrínbe. A vízköpök sosem erősek. Van Ev hálószobai naplója kisebb mágia? Áttörés, jól láttam. Van Ev a mágus egyik naplójának tűnik, olvasható benne, hogy átkozott démon sörre teringettét, mondja. Gőzöm sincs, hova raktam a hozzávalókat ez a recepthez. Ennyire részeg voltam. Mi volt annak a szöszinek a neve, a szentségit? Ha nem találom meg a hozzávalókat, nem jutok be a dolgozó szobámba. Azt hiszem a védőkövet és a naplomat is bent hagytam. Itt mondhattam volna azoknak a mumusoknak megint. Ezután néhány igen terjedelmes káromkodás következik, majd úgy tervezem, visszatérek a tornyomba, soha nem térek vissza ebbe a drága viskóba. Istenek hála, nem történt semmi bajom, noha trollok őrzik a hátsó ajtót, ostoba védőkő. De hát hiszen én már voltam ott nála, nem? Tehát én Vanekkel már leszámoltam. Vízköpő koponyát nem veszük fel, most csatlakoztam a bal csetre és a másik gépen. Beszarsz, hogy itt teljesen széjjel van. Tehát egy visszaállítást magamra teszek, hogy a szintel szívás lejöjjön. És már mehetünk is. Pókom az elő sem került? Nem hát, majd most. Láva mefitek jönnek, még szerencse, hogy a gyűrűm. Nincs rajtam, de egy majom vagyok, Istenem. Az elemi ellenállás gyűrűje visszakerül. Oké, ez megvan, majd most a kalandor gyűrűje is visszakerül. Volt még egy szekrény oda bent? Megnézzük, jó? Van Ev szakács könyve? Ez az a sör. Valami undorító dolognak a receptje. Por, párolt, szlaád nyelvek összevegyítve tűzbogár hassal alkotják az alapot. Helyezd a parázs tartóba, atyozzák 2 rész csontváz, újpercet és kavarkas. Nem emlékeztető, undorító a szaga. Összekeverés előtt keményen be kell rúgni. Az igen. Ez valakinek a küldetés item-e lehet? Parázs tartó? Ezen a parázs tartón látszik, hogy sokat használták, biztosan nem főzésre. Ezt meg kell, hogy csináljam. Mit mondott? Jó, tehát akkor por, párolt, szlád nyelvek összevegyítve tűzbogár hassal. Ne szórakozz, hát nekem nincs is annyi... várjál. 2 rész csontváz, új perc és kavargasd. Jó, tehát akkor kell egy szlád nyelv. Megnézzük, hogy vannak-e ilyenek nálunk, elméletileg lehet, hogy vannak. Szlád nyelv az megvan. A csontváz, új percek azok ott voltak kint, ugye? Tűzbogár hasat mondott még? Tűzbogár has, szlád nyelvvel. Helyezd a parázstartóba, add hozzá 2 rész csontváz új percet. Oké. Csontváz új percek a kinti csontvázaknál lesznek, oda megyünk értük akkor. Tehát visszajövünk, megcsináljuk, hogy mit kell. Jaja, azért nem vettem fel, mert érted, most ez így tök random volt, hogy kell-e valamire vagy sem. Ki kell futnunk ide a kinti terembe. Oda kattintok, akkor kimegy? Aha. Még jó, hogy a loot nem vész fel, amit nem veszel fel. Igen, a szobában a szekrény az is ott lesz, jaja. 2 rész az új percekből. Jó, megvan minden hozzávaló a backpackből. Még szerencse, hogy felvettük. Habár lehet amúgy, hogy itt találtunk volna egyet és mást még hozzá. Lehet, hogy kilootolni ki lehetett volna. És akkor csinálunk valami sört, ami valakinek jó lesz. Mert nekünk egy drága kő kellene innen igazából. Itt is van egy szekrény, és nyitva van. Minden esett? Csapda elsült. 85-öt sebződtem. Savas nyilvesszőkért pusztán. Hát ez nem mindegy. Azért az a 85 damage 130-ban az kemény. Jó, hát lehet, hogy megint leülünk akkor pihenni még mielőtt tovább mennék. Mondjuk odafent úgy nincs semmi. De lehet, hogy lesz, hogyha megfőzöm ezt a szart, nem? Szlád nyelv, csontváz új.
így, és akkor utána adod hozzá, ugye? És valami történt. És ez egy portált nyit nekünk valahová. Reszteljünk le egy kicsit. Elbocsátja a megidézett iszonytató póklényt, ezt majd mindjárt vissza is kérjük. Nem tudom, hogy hová fogunk menni, de ez érdekes lehet. HP-t visszaállítjuk, még jó, hogy ennyit lehet amúgy resztelni. Felállunk és nézzük, mi ez. Csapdázott láda. Onnan jöttünk át akkor ezek szerint ide. Ez nem egy dolgozó szoba amúgy. Siker nem lehetséges, be kell, hogy nézzem. 79-et rám vert. Jó, nem baj, kinyitjuk inkább. Mondom, a másik, nem, a másik láda az nyitva lesz. Ó, egy nehéz számszerű király, és a másik láda. Ott van, van-e védőköve. Ez nem olyan cucc, amiből már van nálam kettő? Hát így most már három összesen, ez igen. Ismeretlen paritja, vándorbot plusz egyes. Ezek jó pénzt adnak, aranygyűrű is van, és van ev laboratóriumi naplója is itt van már. De akkor ez a kő, ami nekem kell, az hol? Nem értem. Ez egy torony kivitelezésének tervének látszik, van ev nevű mágus írta, egyik bekezdésen megakad a szemed. Végre tökéletes a tornyom védelme. Kapuhoz szükség van a védőkövemre, és a barlangokat keményen őrzik, emlékeztető a mumusok, idióták. Meg kell tanítani nekik, hogy ne rohanjanak mind a gond hangjára. Miatt valamennyien a gonggal vannak elfoglalva, be tudnak osolni az üres barakokba, egyenest a portálhoz. Jobb lesz, hogyha visszarakom ezt a naplót a toronyba, hogy el fogom felejteni, hogyan kell kioktatni a bolondokat. Igen, igen. De ez nem adta oda nekünk a vágyott tárgyat, nézzük csak. A kígyó égkövei laszkikötő küldetése. Az első egy Vanev nevű helyi varázsló birtokolja, várostól délre fekvő tornyában él, a második harcosnál, Zamitránál van. Lehet, hogy akkor nem innen kellett volna bejönnöm mi. Hát lehet, hogy nem jó helyről próbálkozunk. Ezt a ládát kinyitottam, igaz? Ez volt a csapdás. Lehet, hogy most nem resztelünk emiatt. Akkor ezek szerint el kellene, hogy menjek oda, ahonnan ez a hely megközelíthető volna. Ugye ezen már végigmentünk, csak nem emlékszem, hogy melyik irányba. Talán a zöld griff fogadó Luskan felé menő iránya az, vagy a Neverwinteri erdő, én nem tudom. De valamelyik mindenféleképpen ott van mellette. Kellene egy világtérképet nyitni. Olyanom meg nincs. Mi lenne? A kettő darab csontváz új percet inkább elraknám, ami még itt van a földön, mert nem tudni, hogy mikor lesz megint rájuk ugye szükség. Inkább legyen nálam, mint hogy ne legyen. Most is használtunk kettőt. Meg amúgy van itt egy ilyen alkimista labor, és az is tele van még mindenfélével. Álljunk csak meg, nem lehet, hogy... Na nem valószínű, hogy abban a kettő ládában lenne bármi is. Megrepett üllő. Eltúr a mágikus vegyesboltja. Nem tudom, hogy jobbra menjünk-e, vagy balra. Keleti út Neverwinteri erdő felé. Megpróbáljuk ezt. Ha nem itt lesz, akkor nem erre megyünk tovább. Azt hiszem, hogy kettő transfer zóna van még, mielőtt az ember a Neverwinteri erdőbe elérne, és nem emlékszem, hogy van-e erre lakott-e esetleg. Barlang van, meg barlang van. Troll barlang van. Archeológusok laknak erre. Neverwinteri erdő felé. Nem erre vagyunk, nem. Az jó, hogy már legalább a farkas embereket letudtuk, meg Shadrissát is megmentettük a fejvadász küldetésekben. Szia Norbert, jó pihenést, köszönjük, hogy voltál. Hát összességében szépen haladunk, még mielőtt a befejezésére rámennénk ennek a chapternek. Későre jár már, srácok, hát már ilyenkor pihenni kell. Én is ezt a chilles játékot választottam. Igazából ti választottátok. Nézd meg. Mit nézzek meg? Tapostam a kukoricát, a rohadék voltam, ja. Elindulunk szerintem a zöld griff fogadó felé, bár lehet, hogy itt jobbra kellene inkább a Neverwinteri erdő felé menni. Próbálom felidézni, hogy hát ha esetleg beugrik, hogy merre van, de nem. Egyáltalán nem rémlik sajna. Neverwinteri erdő felé. Megyünk tehát Vaneknek, van egy ilyen nagy hídja,
amin állt valami feature, és valakit életben hagytuk a mágust a végén, ugye? Ez itt megint az arha, aha, tehát körbe lehet menni itt, minden kapcsolódik minden területtel. Azt írta, hogy csak a barlang? Hát, vanek felé tényleg volt mindenféle kitaláció, nem csak barlangok és egyebek. Zöld, griff, fogadó és luszkan. Talán ott lesz. Itt a barlangok itt vannak, látod mellette. Itt lakik a... akinek megmentettük a feleségét, a farmer. Lea meg a fickó, nem tudom már a nevét. Szép neve van, Leának. Barlangokat ugye első kézből írtottuk ki, a goblinokat, orkokat, meg mindenféle trollok is voltak oda bent. Nagyjából, mióta megérkeztünk ide, a teljes környezetet itt szerintem rendbe tettük. Farkasokat is elintéztük, a farkas embereket. Goblinokat, ogrékat, trollokat, mit tudom én, tényleg mindent, ami csak van. Sírásó, kunyhó, temető, barlang. Zöld griffogadó, Luskan felé menő út. Luskan felé menő úton esetleg? Ha nem, ha egyik sem az, akkor hazateleportálunk innen, egyébként pedig Luskan felé kell menni, mert a, van egy fickó, akitől el kell vennem megint egy drága követ, és az... Mi csinálsz, Smokibot? És az pont, hogy erre lesz az a csávó. Luskani őrök vannak? Menjünk egyet erre, mert ez már a város. Lesz akkor ezek szerint. Jobb, ha visszafordulsz, utazó Luskan kapui zárva vannak. Miért vannak zárva? Azért, hogy Luskanban ne terjedjen el a Neverwinterben kitört járvány. Nem lehet túl óvatos az ember. De hiszen azt Neverwinterben megfékezték. Ha, akár igazat beszélsz, akár nem. Nem fogjuk ilyen könnyen kinyitni a kapukat. Sok minden elmondható rólunk, de hiszékenyek nem vagyunk. Emellett túl sok helyi problémával kell szembenézni a Luskannak ebben a pillanatban. Jobban tennéd, hogy a sarkon fordulnál, visszamennél oda, ahonnét jöttél. Mik a helyi problémáitok? Ide hallgass, miért ez a rengeteg kérdés? Luskan nem egy biztonságos város. Járvány tombol körülöttünk. Ennél több információra van szükséged? Aha, mentés, rábeszélés. Szia, Revi, hogy vagy? Talán én tudnék nektek segíteni. Kudarc, az kétlem, gyere vissza később. És hogyha 100 aranyat felajánlanék? Utána megvisem a bokámat az őrmesternél, kösz, nem? Próbáljuk újra. Miért vannak zárva? Megfékezték tovább, mik a helyi problémák? Biztos, hogy benne, várj, 100 arany? Nem, tehát akkor itt ez le van zárva, akkor visszatöltés következik. Rá kell, hogy beszéljük őt valahogy erre a dologra. Ha valaki meg akarja nézni, hogy hol van Vanev tornya, megköszönöm egyébként. Sokat segít. Helyi problémák, rábeszélés, kudarc. Akkor is rábeszélem valahogy. Van rábeszélő skillünk, csak nem elég, ugye? Kudarc. És ugye kifizetni sem tudjuk a csávót. Mondjuk lehet, hogy ha Aribeszt jön ide, akkor egy kicsit egyszerűbb. Félrészegen, az igen. Most ott vége a bulinak, még nem folyott el a söröm, gondoltam ide nézek. Jól tetted. Milyen buli volt? Kudarc. Ötször megpróbáljuk, utána elmegyünk innen. Ha az öt sem lesz elég, akkor felesleges. Kudarc, jó. Engedj át a kapukon most. Szeretem valamilyen fenyegetésnek. Ha sikerül is levágnod, akkor nem fogják kinyitni a kaput, te ostoba. Keresztül megyek ezeken a kapukon, és ti. Pedig elveszünk egy életet, mondják. A másik az nem is akar támadni. Nem akarom megölni, hát most minek ölném meg? Szia Trilobita, hogy vagy? Mi a helyzet nálad? Jó, hát akkor nem Luskan felé van, amit keresünk. Viszont ide amúgy is vissza kell, hogy térjünk Aribesszel. Lehet, hogy jobban tenném, hogyha innen teleportálnánk. Nem hülyeség az ötlet. Buli volt, pár barátom ide nézett, aztán ökörködtünk. Nagyon-nagyon jól hangzik. Örülök neki, hogyha jól éreztétek magatokat. Gyógyításra lenne szükségem. Feltápol bennünket, megyünk akkor lefele. Nem kéne beszélni a csajjal, várjál már. Lehet, hogy elmondaná a sztoriának maradékát, nem? Aki itt van bent. Az is, ez csatlós küldetéseket nem csinálom, mert túl hosszúak, ugye? Túl sok beszélgetés, meg minden. Itt van Sharwin. Ismét csatlakozzam? Hát ha akarsz, oké, gyere. Jó, és akkor most elég szintet lépünk ahhoz, hogy ő most elmondja, hogy szeretnék beszélgetni. Van valami javaslatod a küldetésen, nem? Szeretném, ha szintet lépni, egy kis kiképzésre több hasznodat venném, oké. Okay. Most letérdel és szintet lép. És mellette ugyanott ott van.
Szekta gyakorlatilag bárhol lehet, szörnyek, igen. Nagyon köszönöm Trilobita neked, oda nézzenek, 12. havi feliratkozás, nem Prime, feliratkozás, köszönöm. Egy év. Kicsit meg vagyok hatódva, ne csináld meg. Ilyen rossz volt az utolsó egy éved, nagyon szépen köszönöm. Kapod a kedvenc hangomat, kedvenc cicámat is. Köszönöm szépen. Minden esetre mióta Luskan teljesen el van merülve a saját bajában, a vidék banditizmus paradicsomává vált, szörnyetegek azonnal szervezetebbek, igen, lehet, hogy a szekta áll emögött, ki tudja, így van. Zöldgrif fogadó tulajdonosa néhány évente valamilyen hatalmas viadal tart, ez is megcsinálva lett, meg lett csinálva, nemesek gyűlnek össze minden innen, hogy lássák. Jó, barlangok vannak, leástunk a mélyre, megtaláltuk a szektát. Tehát akkor ő most elmondta, hogy mit kell csinálni, de Sharmin nem akarja elmondani neki, nem akar beszélgetni a dolgairól. Dobja majd linket a toronyról. Várjál, délre lévő úton van. Köszönöm. Déli út a perzselt erdő felé. Meg is van, köszönöm. Csad vissza jöhet velünk, vagy Sharmin, bocsánat. Csad vissza a másik csaj volt, akit az előbb megmentettünk. Kicsit rossz a névmemóriám. Jöhet velünk, előbb-utóbb úgyis elmondja a küldetésének végét, és akkor utána mi is meg tudjuk azt csinálni a csatlós küldetések között. Az is ad valamennyi XP-t majd még nekünk. 76.400 XP-nk van. 1600 XP-nél is kevesebb kell, ahhoz, hogy szintet is léphessünk még. Déli út felé elindulunk Vanev tornyába, az meg van, akkor utána már csak a Luskan felé menő úton kellene megtalálnunk valakit, akinek van egy égköve még. Ha az a három égkő megvan, akkor utána mehetünk Aribeshez és befejezni ezt az egész szőrületet. Ott van Vanev tornya délen. Ja, hát megnéztük jobbra, megnéztük balra, északon, vagy balra nem is volt út. Hát mindegy, megnéztük mindenhol, csak erre nem még. Azt gondoltad, hogy ennek már vége van valamiért? Még az egyharmad játék hátra van. Ez a második fejezet vége. Kicsit több, mint egyharmada van. Hát meg a DLC-k persze, hogyha azzal is foglalatoskodni szeretnénk. Hogyan mentünk oda le? Volt egy felvezető rámpa valahol? Valahol lennie kellett bejutásinak oda. Köszönöm egyébként, kedvesek vagytok, hogy megnéztétek. Köszönöm, sokkal gyorsabb lett így a dolog. Mondtátok, hogy merre jöjjek, de nem is erre kell felmenni, mi? Mi ez a kőrakás? Itt van valami eldugva? Nincs, már ki lett véve. Persze, mert már végig lootoltam az egész világot. Hogy mehetnénk át oda fentre? Ez a híd, az... Ja, már látom, aha. Tehát innen megyünk erre, így, és jó, oké. Úton vagyunk. Szia, Mikolás TV! Mi történt? Capstockkal írtál? Hogy vagy, Mizu? Örülök neki, hogyha jót ökörködtetek, Revi. Pont a világ legcsillesebb Neverwinter Nights streamre jött el, szerintem, de nem egy buli hangulat van éppen nálunk. Azért attól remélem, hogy iszol sok vizet, és másnap nem leszel pokoli másnapos. Vanev tornyából az ékövet akkor is el kell, hogy hozzam. Ezek a zárókövek, védőkövek, amiket megint felvettünk, azt nem is értem, hogy miért kaptam belőle 3 darabot. Mindjárt össze fogom magam pisilni. Ez a kedvenc tevékenységem. Stream közben mostanság nagyon-nagyon össze akar jönni nekem ez a dolog, de az is igaz, hogy a napi vízmennyiségem 90%-át itt iszom meg streamben. És ez viszont nem túl egészséges. El kell osztanom egy kicsit jobban. A könyves polcról felvettünk mindent. Véletlen volt, ne is törődj vele. Várjál, lehet, hogy innen megyünk középről és jobbra. Kijárat, lépcső felfelé. Aha, tehát akkor menjünk erre befele. Ezen a lépcső felfelé itt. Itt teleportálunk a szobák között ebben a varázsló toronyban? Elég érdekes. Lehet, hogy a stream a vízhajtó lehet. Kellett emlegetned nekem is. Jaj. Jobbulást. Itt egy láda. Bemegyünk ide. És ezzel bent vagyunk ott, ahol megyünk egy szintet felfelé. Van ebben beszélni kell a drága kövével kapcsolatosan. 4 szintje van, aha. És visszajöttem az elejére, ez egy labirintus? Kijárat, lépcső felfelé. Az öreg Vanevet meg kell találni. És hogyha most felfele mennék a másik irányba, vagy ez most visszavezet, ugyanoda? Most itt vagyok lent. És mögöttem van balra egy lépcső felfelé, ugye? Ez. Alakul, itt maradványok vannak. Ezek a vízköpők voltak itt, aha. És itt be kéne lépnem ezen a portálon, mentjünk egyet? Sharmin is itt van, mindenki itt van, a pókom az nincs itt.
Hát nem tudom, hogy jó fele megyek el, de megyek, most teleportálgatunk minden irányba. Ez nem visz sehová? És innen nem is mehetünk fölfelé. Egyszer már megtaláltuk a nevet, hát nem kéne probléma legyen. Menjünk megint ide, akkor most visszajövünk középre. És hogyha ide jöttünk, lehet, hogy nem is ide kellett majd jönnöm? Hát akkor hova mentem volna máshová? Pincében voltál? Pincébe bejutni a mellék járaton keresztül lehetett, úgy emlékszem. És itt vagyunk középen, és hogyha ide bemegyek, ez a pincébe visz le? Szerintem igen. Alakul, alakul. És innen kell, de itt nem, mert itt csak kijárat van, látod? Miért kérdezted, hogy bejöttem a pincébe? Persze voltunk itt is már. Kisebb szent csapda készlet, nem kell. Nem mindent felvettünk itt. Iván, hogy lehet feljutni One F-hez? Emlékszel még rá? Summoning Roomban van két kő. Lehet, hogy amúgy többet nem is lehet már visszamenni hozzá, hogyha egyszer már beszéltél vele. És akkor innentől kezdve ez a melléküldi, ez vakvágányon van. Szektakereső és a druidakör, ez megvan, ezek a főküldik. Charmin meséje, ezt folytatni kellene, ugye? Talán folytatja a történetét majd. Nem, még nem akarja. Jó, mindegy, majd fogja. Csatlós küldetések. És csak annyi, hogy hogyan kell őket feltámasztani. Várostól délre fekvő tornyában él, második harcosnál, Zamitránál van, átutazóban Laszti kötőn van, útban Luskan felé, aha. Summoning Roomban van, második emeleten van a rejtett szobában, szóval szerintem már nem beszélsz vele. Biztos? Elment a lehetőséget, hogy egyszer beszéltél már vele? Térkép, még egyszer. Hogy mentünk be ide? Így itt átmentem? Nem. A francba már megint nem vágom, hogy el vagyok anyátlanodva. Bemegyek, kívök, milyen jó kívök, ha bemegyek. Milyen igaz? Aha, és akkor itt van a summoning, ugye? És itt van kettő kő. A kulcsa az nálad van. Az van, hogy nekem Kígyó Elias azt mondta, hogy honvágyat érez Everaska földje iránt, amit oly sok éve elhagyott. Ő és a lánya jelenleg egy fogadóban tartózkodnak le az kikötőben három drága kő után kutatva, ami segíteni őket a hazautazásukban. Sajnálatos módon a drágakövek nem azoknak az embereknek a kezében vannak, akiknek az érdekük fűződne az ő gyors távozásukhoz. És hogyha most megnézzük, hogy mi van nálunk, van egy Cetara drágaköve, az egy darab. Van-e védőkövei, nem drágakövek, ebből három is van. Itt van Kelimsen csillaga, ezt még nem tudom, hogy mire való. És ennyi volt, más nincs is. Ez egy folypát. A ismeretlen gyűrű is van nálam. Ezt meg kellene nézni, hogy miféle. Van egy éles elme gyűrűje. Hova lett a másik? Ne szórakozz. Hol a másik ilyen? Ez a másik, igen. Ez milyen gyűrű? Megszentelt gyűrű. Extra varázslat hely 0-1-2-3-4-es szintre. Ez nem is rossz. 4-es szintű varázslatok. Kizárólag pap használhatja. És akkor ez mire menne rá? A kalandor gyűrűje plusz egy az ügyességre ad rá, zárnyításra és csapda. Hát ez akár ettől mentesülhetnék. De most megnézzük a varázskönyvünket, a 4-es szintű spellek között van például a hatalmas varázsfegyver, a visszaállítás és a szörnyítézés is. A 4-es szintű varázslatok között még akár lehetne Istenek kalapácsa? Az mit csinál? Isteni fénnyel sújtasz le az ellenség csoportjára 1d8 sebzést, az nem annyira jó. Méreg varázs? Az olyan, hogy elkasztod és mindenki 1d6 erőt damage első és második ütésnél. Nem annyira. Oltalom halál ellen? Immunissá válsz mindenfajta halálvarázslatra és mágikus a hatásra. Az lehet, hogy nem rossz, nem a halálmág elleni védekezés. Szabad mozgás szintén király lehet. Immunitás kapsz a bénítás, lassítás, akadályozás varázslatok hatásai ellen. Nem tudom, akadó a kérdés, idén bizakodó vagy a csatornával kapcsolatban?
Na, ilyenkor, mint hogy bizonytalan lettél volna a folytatásban, arra emlékszem, hogy úgy megijedtem, hogy feliratkoztam. Trilobit, tehát emiatt nem kellett volna. Nem, sok kicsi sokra megy, de hát ez soha nem volt erőszak, meg ilyenek. Tavaly egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Ez iszonyat nehéz volt. Amikor augusztusban már úgy állt a helyzet, hogy már a tartalékhoz hozzá kellett nyúlni, az már úgy nagyon neccessé kezdett válni, és utána hát kellett utána még néhány hónap, mire úgy nagyjából már úgy jevickélni látszottam. Nagyon kedvesek voltatok, hogy azóta ugye létrejött a Patreon, és ott nagyon segítetek nekem. Tényleg az nagyon sokat hozzátesz. Meg a YouTube az egészen jól elkezdett felívelőben lenni, és a VOD csatornának a hirdetéseink keresztül hál' Istennek oda el tudtam már jutni, hogy a számlákat abból tudom állni. Úgyhogy most bizakodóbb tudok lenni mindenféleképpen, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy hála a jó Istennek, meg hát nyilván nektek, akik ide jártok és támogatjátok a csatornánk fennmaradását. Nélkületek ez nem lehetne így, és nagyon, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm szépen neked is, hogy feliratkoztál annak idején. Tehát hogyha úgy állsz anyagilag, hogy nem, akkor ez soha nem elvárt, és nem egy megkövetelt dolog, és nagyon szépen köszönöm, hogy így tettél. De nyugodtan, hogyha úgy van, hogy nincs erre neked szükséged, mert nem használod mondjuk az emotokat, meg ilyenek, nem kell azért fenntartanod, nehogy a szid. Zsákmánytartó és egy hordóban még a sarokban, ezekre még ránézünk, de lehet, hogy van ehhez, már nem mehetek el. Ez pedig micsoda? Ez pedig fagyos számszerű vesző, ezt még el lehet adni akár. Most az a negyedik szintű varázslat, meg harmadik szintű varázslat, hogy mennyire jön jól a papomnak, vagy inkább az ügyesség plusz egy az, ami jobb, nehéz eldöntenem. Nem tudom, Iván, én nem tudom, ennyi volt, tehát hogy itt már nem lehet felmenni a második emeletre és kész, mert hogyha itt lemegyek a Summoning Circle-lel, ugye itt bemenve, alkimista, asztal, meg egyebek vannak, itt szerintem valami puzzle-t kellett megoldani, ez a második emelet, és innen eltűnt van Ev. És hogyha ide beállnék, parázstartó, ez mit csinál? Ebbe is be kell tenned valamit. Lehet, hogy... Szia Tomi, jó pihenést, és köszönöm, hogy itt voltál. Hálószoba, napló. Nem jó. Beavatás alapja, ezt akár le is tehetném szerintem. Napló töredékek. Ez szerintem már nem kell, ez a napló töredék szintén. Ha beleraknám a védőkövet, az segítene valamit? Ide kell gulgas szíve? Az nálam van még valahol. Az megvan, mentsünk egyet. És azt mondod, hogy a parázstartó égessem el a szívét. Na ez mi a fene volt? Lezárni van-e portálját naplót frissülve? Mi van? Lasz kikötőtől délre lévő tornyában van-e a varázsló bevallatta, hogy nála van a drága kő, amit keresnek a fegyver. Igen, sajnálatos módon idéző termében hagyta, hogy egy kis mágikus baleset történt. Az impje gulgas egy portált nyitott az ebészbe, és a terem most mindenféle bestia és démon otthona. Kiirtottam, de nem csináltam ezt meg. Gulgas már holtan hever, portál bezáródott, egyedüli feladat, ami még hátra van, visszatérni van Efez a megérdemelt jutalmadért. Szóval ez kellett hozzá, hát ezt sosem találtam volna ki. Köszi, király, nagyon király vagy, köszi, hogy segítettél. És most van neved, hol találod meg ezután? Értem, hogy vissza kell térni, de hol lesz vajon? Ez alsó szinten van, valahol bent? Minimapot nyisd már ki. Hát itt most sok minden nem látsz vele. Van-e, itt találtuk meg egy kis szobában bezárulva. Örülök, hogy jobb az idejé, nincs az Isten, hogy leiratkozzak. Itt jó helyre megy minden, tám, köszönöm szépen. Melyik most Robita a kedvenc játszásod itt a csatornánkon? Kis szobában kellene lennie, ebben itt fent. Nézzük meg. Itt jobbra esetleg? Nem, ez a kijárat. Itt bent esetleg? Itt nincs.
Mi meg az előző terem felső részén van a portál volt? Előző terem felső része. Hát én nem tudom, hogy hová lett van Ev. Nem megöltük őt? Fenébe is, már nem emlékszem. Gyanús, hogy valamilyen kijáratnál vagy portálnál kellene lennie. Itt egy gong, és ezt, hogyha megütöm, akkor mindenki ide jönne? Nem. És ez a szélső terem itt esetleg? Nem, itt is csak loot van. Mármint, hogy hát ezt már ugye megnéztük egyszer. Akkor nincs ötletem, nem tudom. Pedig nagyon jó lenne őt megtalálni, hiszen itt elakadtunk ezzel a mellékküldivel. És ameddig vele nem beszélünk, addig nem is tudunk tovább menni. De nincs bent ebben a szobában sem. Itt ez a láda esetleg nem spawnol bele a loot? Nem. Pedig mintha egy ilyen kis szobában lett volna annó. Hát amikor még az ő küldéjét csináltuk. Vissza kéne néznem a vodot, hogy hát ha megtudunk bele valamit. Vitamin, nagyon szépen köszönöm, hogy Zoli-nak ajándékoztál. Köszönöm szépen, hogy vagy? És ez csak kivisz bennünket ide-vissza. Vagy mehetsz fölfelé. És azt mondtad, hogy fölfelé lenne a második szinten. Hol a portál volt. Hát nem tudom, figyelj, átmehetek oda még, de ez csak ennyit segít. Hogy itt kellett volna bent lennie? Summoning room. Ez itt a summoning room, itt lent. Hát most már esküszöm végigjárom itt az alját. Ja, ezeket én raktam, ezeket a könyveket, aha. Itt kéne lennie? Itt szobrok vannak, meg ládák. Ott felül? Mindjárt oda megyünk, jó? Körbe fogunk akkor menni. A ládában már, ládákban egyikben sincs semmi. Hát vadászgatjuk ennek a melléküldinek a folytatását, tehát hogy nem baromságokat csinálunk, és még ugye XP-t is fogunk ezért szedni, most 76400, na hát átmentem egy csapda mellett. Van nálunk XP-ből, jó lenne még egy szintlépést kieszközölni a mai napon. Szóval azt mondod, hogy itt fent van valahol, van Ev. Hát itt világít mindenki, egyszerű sebek gyógyítással. A kő, az itt van fent. Bestia visszatérése. Semmi. Épp egy másik játékot tudok hallgatom az adást, néha idelesek. Kedves tőled. Van-e, ott kéne, hogy legyen, ahonnan bejöttél a kis szobában. Most akkor a kő az meg itt kellett volna, hogy legyen. De most már megnézem azt a szarkofágot is, ami ott van lent. Silent Hill-eket pótlom, azzal tuti nem játszanék, a Watch csatornán nézem a Dragon Age Origins videókat. Fú, de régen volt már, és hogy bírod azt? Azért az nagyon régi. Nagyon más volt még az egész csatorna akkoriban. Itt frankon beakadok, te figyelj, VHSD-vel fogok kimenni inkább, mert látom, hogy ezzel megküzd a útkereséssel most a programozás, azaz. Mindent felvettünk ide bent, nincs itt semmi. Varázstartóval lezártuk a dolgainkat. Van Efez visszamenni? Nem lehet, hogy kint van esetleg az egész tornya előtt? Kedved támadt elkezdeni? Már a Dragon Age Origins-t? Úristen, nagyon jó az a játék. Szerintem az egyik ilyen legjobb RPG, amit életemben játszottam, és nem D&D rendszerű, hanem egy kicsit ilyen lakosságibb kitaláció. Akkor már felvetted a követ. De hát nem vettem fel. Mert hogyha felvettem volna, akkor már nem ott tartanánk, hogy most itt meg akarja adni a jutalmat, nem? A vitrínben nincs valami. Hát de itt kellene, hogy legyen. Igen ám, csak mert meggyilkoltuk. Van Evnek a tornyás vodot meg kellene nézni, hogy mit csináltunk vele a végén. Mert azt nem tudtuk, ugye később vettük fel azt a melléküldit, ami azt mondja, hogy gyere ide szépen, és akkor beszélges vele. Ezt mi csak később tudtuk meg, hogy van ilyen. Nem, van-e Jézusom már. De meg kell értened, hogy van egy küldetésem,
Látod, azt írja, egyedüli feladat, ami még hátra van visszatérni Vanefhez a megérdemelt jutalomért. Azért, mert bezártuk a portnált. Igen, értem a követ, de a kő nem volt ott. Érted ugye, hogy mi a gond most? Ha nincs itt a fickó, nem tudjuk felvenni, az szerintem már offos. Hát akkor a kő is offos. Tudod mit, szarjunk rá, menjünk el pisilni, aztán utána menjünk és... És fejezzük be a második fejezetet. Hát hogyha ennyire nehéz, meg ennyire bonyolult, akkor ne erőltessük. Ha van-e meghalt, akkor nem kapjuk meg a cuccot tőle. És látod, itt kincs sincs. Menjünk a kocsmába, vissza, haza? Menjünk haza. Ez jó hely. Nézzük meg akkor, jó? Végre mindenkinek egy jó pisi szünet, keményen. Lent van az a barlang. Tuscan kikötő, mert vagy mi volt ez a másik kikötő? Perzselt erdő felé nem megyünk el, Lasz kikötő felé megyünk el, aha. És itt fent vagyunk a keleti út Neverwinteri erdő. Ja, ez az ami a 9, mert szerintem egymás, itt ilyen négyzet alakban van ez a 9 terület, ugye 3x3-as négyzet. Rács elhelyezve, nagyjából így képzelem el, és akkor több helyen is le lehet menni a földbe, meg elteleportálnak, meg külön zónák, meg ilyenek. Szerintem nagyjából így lehet. Melyik másik játékot játszod? Summoning Room kijed akkor van, ha legyőzted van neved. Szóval szerintem ez megmagyarázza. Aha. Lehet, hogy nincs is Summoning Room kijem egyébként. Jezgár kulcsából kettő is van, egyet csak lerakhatnék esetleg. Amúgy már a másik sem fog kelleni, hiszen azt az ajtót kinyitottuk, ugye? Sírkulcs, barakkulcs, Jarek kastély karlatkulcsa. Nincs egy táskám, amit raktam kulcsokkal esetleg? Fejlesztő tárgyaink. Még több. Hát itt vannak a healingek esetleg. Hol volt ez a... Ez. Ezeket be is tesszük, hogy ne legyenek láb alatt. Meg csak a loot van. Most azt mondjátok, hogy menjünk el a kocsmába. Mi ez a magányos farm itt oldalt? Ez kiknek az otthona? Kutya egyből rám jött megugatva. Ja, ez az Eisenfelték. Igen, itt volt Urt, akit ugye megmentettünk a gyereket a farkas vakságtól. A fegyverek szövetsége fogadó következik tehát. És akkor Lasz kikötő felé pedig van még egy ilyen kristály, amit felvehetnénk egy fickótól, aki talán egy kereskedő, vagy valami áruhás, nem tudom micsoda. Arra majd gondoltam, ráérünk akkor, miután van ebben már díleltünk. Zsebtikriske, kösz szépen a követést, üdvít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd rá a jelmondhatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Itt van Elias Kraunover, te ki vagy? Azt mondja, itt van nálam az ékövek közül az egyik, pompásabb boszorkánynő, átengedte, meg se kérdezem, mivel vetted rá. Itt van 200 arany és 200 XP. Elmond rád, hogy kiknél vannak még ilyen ékkövek? Van-e helyi varázsló birtokolja, az egyiket felteszem az ékkövek tornyában van elrejtve, amit a Lasz kikötő perzselt erdő közötti réten találsz meg. Torony ajtaja mágikusan van lezárva és nem tudom, hogyan lehetne kinyitni. Be kell lépni a Circle-be, hogy Vanefhez teleportálj, aki majd rád támad, amint megadta magát, követel tőle a gemet és oda is adja a kulcsot a Summoning Roomhoz, ahol a gem van jelenleg. Aha. Másik drága köz Zabitra nevű vadharcos nőnél van. Harmadik Setaránál van, Setarát adtuk most neki. Ennyi. Hát akkor ennyit tudtunk itt tenni, szerintem más lehetőség már nem is lesz. Úgy látszik, valaki nem fogadta el a megadást. Nem az a baj, hogy nem fogadtuk el a megadást, hanem az, hogy akkor még nem voltunk birtokában ennek a melléküldetésnek, így nem tudtuk, nem is ugrott fel, tudod, hogy most ott a kővel szarakodni kellene. Úgy alakult a Vanevnek az élete, ahogy alakult, nyilván ő is tehetett arról, hogy esetleg meghalt, mert szerintem meghalt, így viszont akkor a kulcs nem jött létre a játékban, tehát ez a melléküldetés így kioffolható. Ha ez viszont így van, akkor el kell menjünk és Aribeth-tel beszélgetni kell, hiszen a melléküldetések vonala következik már csupán. Az jó, hogy még a 200 XP-t ebből felvettük.
Meg a másik, igen. Lebocsátást kell nyernünk, Luskanbal, kövessük a nyomot. Oké. Beszélj a Gendel, jó. Értesültem arról, hogy megtaláltad az információt, miszint a szekta Luskanban van. Ez remek. Azt hiszem megtaláltam a városbanak a bejutási módját, tehát hogy Luskan ugye le van zárva. Régi barátom parancsnokként szolgál a városkapuknál, meggyőztem arról, hogy a járvány már nem jelent fenyegetést, szívességből hajlandó beengedni az ügynökeimet a városba. Megadtam neki a személy leírásodat, így be fog téged engedni. Aribesz és én áthelyezzük a főadi szállásunkat Luskanba, ha minden jól megy, ott találkozunk. Jó. Biztos, hogy beenged? Hol biztos vagyok? Igen, jó. Oké, hát akkor miért jöttök ti oda amúgy? Megpróbálom megtalálni a fogadó toronyba való bejutás módját, hogy tovább kutathass. Nem az volt a kérdésem, miért jöttök velem amúgy, de mindegy. Oké, rendben, tovább. Jó, és akkor ő most a bejutást azt elnyerte? Tehát, hogyha én most itt elteleportálnék vissza, akkor ott kötnék ugye ki? Mert legutóbb Luskan felé jártunk, amikor elhasználtam a portál kövemet. Akkor most csak el kell menni ide a Ír templomába, és innen használni a visszateleportálást. Ha minden jól megy, ha nem, akkor visszajövünk ide, és akkor megyünk gyalog. De szerintem onnan fogunk menni. 150 goldot itt ki perkálunk, viszont ne felejtjük el, hogy loot is van nálam. És ha már itt járok, akkor ezt el kell adni. Pontosság számszeríja. 1D10-es, 1920x2 szúró damage-et vízbe. Amúgy ez lehet, hogy nem is egy rossz. Támadó módosítója plusz 5-ös. Ez nem is egy rossz számszerény, nem? Valaki biztos, hogy jó hasznát venni. Napfény parítja. Egyszerű druida vagy szerzetes használhatja. Élőholtak ellen plusz 3, meg alapból plusz 2 módosító. Ezek felülírják egymást? Tehát, hogy az élőholtak ellen az 5-i adódik össze? Lehet itt követ berakja ebbe az elveszett fosba, megnézzük. Itt van a szellemméreg. Itt van egy Szolomon gyűrűje. Hát, Jareg vallomása. Haver, rengeteg van belőle, és ezzel nagyjából ennyi. Nincs itt. Nagyobb szám, igen, nem adódik össze. Aha. Útba igen, gyógyítás. Gyógyításra pont nem volt szükségem, de hadd dolgozzon az öreg Neurik, hát úgy sérünk, de senki. Azt mondja, szeretnék vásárolni. Na, csak kiolvastam, hogy mi van. Ez az áldott karthüvely. Amúgy lehet, hogy nem rossz dolog, hogy nálam van fél kiló, hát én inkább elrakom. Amúgy sincs szükségem pénzre, ennek meg vannak ilyen buffjai. Kérges bőr, az kimegy, van-e védőköve, az nem tudom, hogy kimegy, folypát kimehet, savas nyilvesszők mehetnek, aranygyűrű mehet. Ez a megszentelt gyűrű, ez 5000 gold, ami a papnak a különböző slotokat nyitogatja. Fagyos számszeri, szörnyidézés 6-os, az jó vörös rész. Azért akarom őket eladni, tudod, mert nem akarok később szarakodni vele, kisebb mágia áttörés, ez jó. Tüzes lövedékek és óriások átka, meg minden barom dolog, ami itt a inventoriban található, most ezzel ki is megy. Investszőket azért betesszük ide az oldaltasiba. Talán ezzel meg is vagyunk akkor, ugye? A megszentelt gyűrűt még nem tudjuk, hogy eladjuk-e. Most jöhetnek akkor ezek. Vándorbot 615, pontosság számszerűen 4590 gold, 2150 ez a paritja. Itt ezeket pedig meg is fogjuk akkor tartani. 260 ezer goldunk van, és nincs mire elkölteni az irdatlan mennyiségű zsetont. Hát annyi, hogy portálozgatunk 150-ért, ugye? És akkor most itt be tudunk menni Luskanba, ugye? Elméletileg így kell lennie. Mentünk egyet, és nézzük akkor. Luskani őrmester. Aha, ő eddig nem állt itt, tehát menni kellett a fő küldetésen tovább. De vagy az egyik, akit Arin be akar engedni a városba, ugye? Biztos, hogy benne, hogy tudod, hogy mit csinálsz. Miért? Mi folyik Luskanban? Arc van, meg sok ilyesmi. Főkapitányok háborúznak már hetek óta Luskan, emiatt részekre szakadt. Tuti vagyok benne, hogy van elég kérdésed, de én nem igazán érek rá beszélgetni. Ígértem valamit Arinnak, be is tartom. Be akarsz menni, vagy nem? Ja, engedj be. Oké, a kapuk most kinyílnak számodra, de ne feledd, nem engedhetlek ki, hogyha egyszer már bent leszel. Tuti vagy benne, hogy megvan minden, amire szükséged van? Hát gondolom, igen, úgyhogy menjünk. Mit láttunk ott kiírva balra lent? Elvesztett tárgy, van-e védőköve 2 darab. Elvesztettük a troll jegyzet, a tolvajnapló, történelem tekercs, van evnek az összes naplóját, Relmár, Did naplóját, van-e védőkövét, sírkulcsot, Quint Jareg naplóját, sok-sok levelet, kristálybéka, rovar és koponya, minden, ami ilyen melléküldiknek voltak a quest itemei. Ja, legalább nem kell cipelnünk tovább, ugye innen rengeteg mindenki ment. Ezt a Kelimsen csillagát még mindig nem tudom, hogy mire való. Kelimsen csillaga. Tudjátok, hogy mire való?
Ez rögtön jobban néz ki, hogy kettő rész itt üressé vált. És a legalsóban is üres minden. Na, ez már király. Ez lehet, hogy ez a harmadik fejezete már a játéknak. Ez a balta fura, hogy még mindig veled van. Nem tudom, hogy miért van ez így. Itt van Gregor Armiste és fekete tőrök kalandorai ellenségeskednek vele szemben. Akik átalakulnak... Mivé? Ez valami mi ezte? Olyan, mint valami nagyra nőtt patkány. Gondolom, hogy jól teszem, hogy megmentem. Valami casting történik? Vagy buffokat kaptunk? Megnövelt mentődobás, reflex, minden. Lehet, hogy Charvin volt az, aki buffoltak, persze. Köszönhet a segítségedért. Úgy látszik, hogy mindenütt ott vannak ezek az átkozott lények. Azt javaslom, hogy kerüld az utcákat, mint mindenki más. Ki vagy te? Ez én nevem Gregor, a bordélyi ház bérelt fel, hogy megpróbáljam távol tartani a városban kószáló gyanús elemeket, hogy biztosítsam a bejáratot. Milyen bordélyi ház? Miss Béláét. Mi? Miss Béla? Itt a szigeten? Kurtnak és Baramnak is érdekében áll, hogy nyitva legyen. Az a neve, hogy Kurt? De van elég vandál és tolvaj, aki nincs erre tekintettel. Aha. Jó, miféle lényekkel harcoltál? Vérpatkányokkal, likantrófokkal, Baram emberei, olyan, mintha minden katonáját megfertőzték volna. Kurt emberei az egész várost felforgatták megbűvölt fegyverekért, hogy felvegyék velük a harcot. Kik ezek? A Kurt meg a Baram? Ha nem érted, hogy mit beszélek, akkor tényleg idegen vagy. Buszkan épelméjű lakói mostanság zárt ajtók mögött tartózkodnak, ha jót akarnak maguknak. Néhány kérdés mehet? Mit tudsz a városban lévő szektákról? Nem mondhatnám. A misztikus testvériség gondoskodik róla, hogy másik csoport ne juthasson hatalomhoz rajtuk kívül. Kik ez a misztikus testvériség? Csapat varázsló, akik a fogadó toronyban rejtőznek és irányítják a várost, vagy legalábbis kihasználják. Ahogy én meg tudom mondani, mostanság semmi utasítást nem adnak a főkapitányoknak. Jó, és merre van a fogadó torony? Folyó torkolatában észak-nyugatra egy szigeten. Egyetlen híd vezet oda, de senki nem juthat keresztül a testőriség engedélye nélkül. Mágikus védelem meg minden felteszem. Úgy hiszed, hogy már nem irányítják a várost? Nehéz elhinni, hogy bárki is irányítaná ezt a várost. A varázslók nem jönnek ki. Nem jönnek ki és nem hallgatnak meg. Ez biztos, a főkapitányok mind megőrültek. Jó, mi folyik a Luskanban? Nem voltál harc közben itt? Ez megy már jó pár hete, mióta azok a mohó főkapitányok elkezdték kiirtani egymást. Oké. Senki sem vett véget a harcoknak. Biztos vagyok, hogy az északi lordok Luskanon kívül csak mosolyognak mindezeken. Nem akarják útját állítani. De misztikus testvériség tehetne valamit, de nem tesznek semmit. Jó, akkor Isten veled, szia. Ezzel egy kicsit most képbe helyeztük magunkat, hogy mi is történik ebben a városban. És a térképet elnézve, ez egy Zafir. Térképet már is megnézzük. Ez egy nagy terület lesz, gondolom akkor lesz itt tranzitzóna is, meg föld alá lemenetel. Nézzük ezt az épületet, ez micsoda itt? A vadászkés. Ennyi lút van az utcákon, széjjel hagyva, nem? Menjünk be ide elsőnek. Hű, haver! Gyerek menekültek, itt van Londa és rengeteg Kunchaft, meg Elinwind, alvó közemberek. Akkor pisi szünet következik.
Most pisil? Hát most már éppen nem, de bizony, hogy voltam. Te nem szoktál esetleg? Nos, nézzük, hogy kik járnak idebent. Itt van Elin Wind, beszéljünk vele. Elsőnek. Üdvít uram, te ki vagy? Á, nevem Elin Wind, miért akarod, de ki vagy? Én vagyok a mókás vész, örvendek a találkozásnak. Szörnyű nap ez a mai, mit akarsz tőlem? El tudod mondani, hogy mi folyik itt? Nem, ezt már tudjuk, tudsz valami munka lehetőséget? Munkát keresetlen adok neked, azt mondja, felfogadlak, hogyha akarod a nővéremet, drága Evai nemet, fogságba ejtette Kurt kapitány, a város uralmáért harcoló főkapitányok leghatalmasabbika. Vagyont fizettem volna érte váltságdíjként, még könyörögtem is neki, hogy engedje el, de visszautasította. Nem áll hatalmamban megakadályozni, hogy Kurt azt tegye, amihez kedve támad. Félek, sohasem látom őt többé. Figyelj, neve alapján már megtette szerintem, amit akart a nővéreddel. No offense, haver. Miért tartja őt fogságban? Evaine, ő egy gyönyörű nő. Amikor az emberei betörtek az otthonunkba és elszedték a vagyonunk nagy részét, megakadt rajta a szeme és őt is magával vitte. Csak tiltakozni sem merészeltem az ellen, amit tesz. Aha. Mi lenne a jutalom? Nem, megmentem én őt neked. Köszönöm az ajánlatodat, uram, de nem megsérteni akarlak, nem bízhatom rád a nővérem életét. Ki tudja, hogy mi történne vele, hogyha elbuknál mentés. Elment a hang, azután megijedtem, hogy agyi aneurizma van hirtelen. Pisilni mentem, mondtam is. Biztosítatlak, visszahozom a nővéredet úgy, hogy egy hajaszála sem görbül. Siker. Azt hiszem, van rá némi esélye. Tény, hogy felajánlottad, hogy megmented őt több, mint ami elvárható. Meg kell ragadni a legapróbb esélyt, ami megmenthetné. Azt mesélték, hogy Kurt lerombolt tornyának közelében van egy hasadék, amelyik elvezet a nyugati kikötőbe. Tehát Kurt lerombolt tornyának közelében hasadék, elvezet a nyugati kikötőbe. Túl rémült voltam, hogy magam próbálkozzak vele, te talán megkísérelhetnéd. Adok neked egy gyűrűt, ami Evaine-nél volt, amikor megtalált, biztosan nagyon rémült lesz. Erről tudni fogja, hogy én küldtelek, talán ez segít majd. Kérlek, találd meg őt, könyörgöm, találd meg, vagy tudd meg, hogy mi történt vele. Belehalok, hogyha nem tudom meg. Jó, nem gondolod, hogy némi előleg jó lenne? De itt van 100 arany, köszi. Találtunk már is egy küldetést. Ez már a játék harmadik fejezetének számít amúgy? Mit gondoltok? Valami kölne? Nincs csak mindenünk amúgy. Nem tudom, innék valamit. Vízözött világos sör van. Kis bor is maradt. Katonák jönnek naponta, legtöbbet elviszik. Oké. Okay. Van itt egy jó láda, mi lehet benne? Hoppá, hoppá, hoppá. Ez egy igazi topáz. 100 aranyat ér. Áldásitala. Ezeket mind el lehet adogatni. Villámló hímvessző. Gyerek menekültek, kuncsaftok, Elin Wind, vadászki és őr. Szia Spectral, jó pihenést. Köszönöm, hogy itt voltál. Itt van Londa is. Könyörgöm, hagyj békén. Nincs mit mondanom. Biztosítalak, nincs mit ellopni tőlem. Jó, ki vagy te? Én voltam a Londa fehér hó grófnő. Többé már mit sem számít, most egyszerűen Londa vagyok. Aha, mi történt? Látom, nem állsz el a szándékodtól, rendben. Azt akarod tudni, hogy mi a baj? Elmondom én. Azonban a történetem nem egyedülálló itt. Az a gonosz ember, Baran főkapitány betört az otthonunkba a katonáival. A vagyonunkat követelte, hogy fizesse a hadseregét, háborúját, efelől nincs kétségem. A férjem természetesen ellenkezett, Baran gondolkodás nélkül levágta, a férjem meggyilkolta. Még mindig hallom a kacagását, ahogy elvette a gyermekeimet, mind a 9-et, és kidobott a házamból. Majd miután ezzel végzett, porig égette. Ugye nem 9 különböző helyen vannak a gyerekeid? Most a férjem halott, és annál a pokol fajzatnál vannak a gyerekeim. Az baj. Nem tudok semmit a sorsukról, nincs hova fordulnom. Ez az én történetem. Hát ez nagyon szomorú. Igen, nagyon szomorú. Bármit megtennék, hogy visszakapjam a gyermekeimet, de Bara még csak válaszra sem méltat. És nincs senki, aki segítene. Talán tudnék segíteni neked. Bármit megadok, hogyha megmented a gyerekeimet attól a pokolfajzattól, legalább megtudom, hogy jól vannak, az is elég. Meg tudlak jutalmazni, itt ugyan nincs pénzem, de a férjemnek sikerült elrejteni egy keveset. Tudom, hogy hol van is, el tudom mondani neked, elengedő lesz. Jó, segítek, oké. Van bármi kérdésed? Hol van Baran? Az emberei valamikor a Nyomor negyedben táboroztak, de az több mint egy hónap ezelőtt leégett, hogy a háború kitört volna az utcákon. Azóta, hogy merre rejtőzik, egyszerűen nem tudom. Néhány ember azt állítja, hogy a csatornákban él, de remélem ez nem igaz. Hol lehetnek a gyerekeid? Nem hallottam hírt felőlük, ő az egyetlen Baran, aki tudja, hogy merre vannak. Oké. Okay. Miért tartaná őket fogságban? Hát bárcsak tudnám. Talán valami baljós célok kavarognak az agyában. Még csak gondolni sem akarok rá. Remélem már elküldte őket valamerre, vagy elengedte őket. Én csupán nem tudom, hogy merre vannak. Bármilyen ellensége Baramnak van? Oh, hát persze, a többi főkapitány, akikkel hosszú hetek óta küzd. Mára csupán Kurt maradt, de senki nem tudja biztosan, hogy ő merre van. Én tudom. Kurt minden bizonnyal Baran halálát akarja. Jó, most megyek, szia. Tehát a kettő mellékültetést kaptunk innen.
Nézzük meg még ezeket a szobákat, ajtókat is. Jó volt bejönni a fogadóba, mert így legalább extra XP-re teszünk majd szert. Itt van egy láda. Remélem nem csapdázott. Valaki itt hagyta a pénzét. Milyen eszes volt ebben a világban. Amikor kalandorok járnak mindenfelé, nem? Újabb 25 gold és mehetünk is tovább. Az alvó közembereket gondolom nem nagyon kell felkeltenem. Jó, a város ezen sarka megvan, mentünk egyet. A ládákat ott megnéztük, menjünk szépen szerintem. Úgy fedezzük fel, hogy ami szembe jön, oda menjünk be, hogyha ajtó van, tudod, és akkor folytassuk majd később. Azonban így lehet, hogy mondjuk valami mellékhűdít nem veszel fel, és egy helyre kettő is esni, és csak az egyiket tudod megcsinálni. Mint ahogy történt az ugye az előbb Vanevnek a tornyával is. A kiszerencsétlen módon nem élte túl az első találkozásunkat, a másodikra pedig így már nem kerülhetett sor. Nézzünk be itt az ajtó mögé, miféle ház ez. Ez itt a Jadal birtok. Itt van az úrnő és a két őre. Egyáltalán nem feltűnő nekik, hogy valaki berongyol és rögtön megy a lootboxok irányába. Egy jó lassítás. Ez ki van nyitva, ez a közönséges láda. 27 aranypénzt tartalmaz. Sarmi nem akar még velünk haverkodni? Elmondhatná, hogy mi kell neki. És te az ott a házamban tettek, amit érted? Néhány kérdés. Azért jöttél a házamban, hogy faggasson, rendben haladjunk. Ki vagy te? Lady Jadal vagyok, férjem jelenleg nem tartózkodik a városban. Tettek, amit érted? Tudsz, mi folyik itt Luskanban? Egész olyan, mint egy nagy káosz. A férjemnek üzleti ügyben el kellett hagyni a város, mikor kezdődött. Biztos vagyok benne, hogy ő majd el tudja magyarázni nekem, amikor visszaér. Oké. Szektáról tudsz? Jó barátnőm egyszer azt akarta, hogy indítsunk egy Sune szektát. Ez számít? Nem. Szia. Tehát ezekkel majd később fogunk. Ez be van zárva, dílelni. Lehet, hogy szét kéne vernem ezt az ajtót. Megpróbáljuk kinyitni először, hát ha. Sikeres zárítás, mentés. Van egy rakáskönyv. Elmerődje. Minek jöttünk be ide? Nem értem. Mindegy, bejöttünk. Nem zavar senkit, hogy bemész, remek őrök ezek. Ja, nem tudom, mit csinálnak, milyen. Már itt van még egy másik láda is. Várjál, és akkor most Sarvin oda megy és kinyitja helyetted? Szerintem neki, mint bárd is vannak lehetőségei erre, ugye? És megcsinálta. Ez igen, Sarvin, köszi. Na, mehetünk is. Jó, akkor ezzel még nem tudunk mit kezdeni, és itt már úgy látszik, hogy a városnak a szélén vagyunk, ide már egyszer feljöttem. Benézünk a sarokba, a vadászkés megvan, és utána átmegyünk a többi részére is a városnak még. Iván, itt vagy esetleg? Azt akartam kérdezni, hogy ez már a játék harmadik fejezete? Ez már az, vagy csak a szektával való leszámolás hozza ezt be? Ez inkább a kettő fél, tehát az átvezető a két chapter között. Köszönöm. Sebességitala, nem baj az, hogyha nálam van. A sebességitala az ugyanaz, mint a haste. Nem hiszem. Az gyorsítás a haste. Ugyanaz. Csapda. Végzetes sebek gyógyításának itala is nálunk van. Nézzük a hordók tartalmát. Ez csak ennyi volt, hogy bejöttünk lootért. Jó, nem baj az. Azt hittem, hogy ott még a lépcsőforduló után van valami. Menjünk át középen a hídon, amerre a fickó, akit ugye ki... Aha, Gregor itt mászkál. Itt hagytuk őt utoljára. Szemben van egy épület. Kacsintó és nevettető. Itt lehet, hogy csak fogadók vannak ebben a városban? Itt van Béla. Nem ez lesz a izé lesz a, mondjad már, a bordélyház. Üdv, itt kicsi drágám, mondja. Jöttél mutatózgatni? Nem, milyen hely ez? Örömháza, itt rendelkezésed állnak olyan hölgyek és urak, akik feledtetni tudják veled a rengeteg szörnyűséget, ami odakint folyik egy időre. Mit tegyek, hogyha meg akarom látogatni az egyiküket? Magadnak kell beszélni velük. Drága férfi, zárójel, mínusz M, zárójel bezárva. Ha van idejük és megtetszel nekik, akkor onnantól kezdve a dolog kettőtökön áll. A lányaim és a fiaim az emeleten töltik az idejüket, hogyha akarod, felmehetsz hozzájuk. Azonban itt lent akarsz időzni? Légy óvatos ezekkel az emberekkel. Miért kik ezek az emberek?
A legtöbbik brutális katonája valamelyik főkapitánynak, Kurtnak vagy Beremnek. Olyanok, mint a parancsnokaik, folyton marják egymást. Bevallom, alig tudom elérni, hogy ne ugorjanak egymásnak és rombolják pedig ezt a pompás házat. Sokkal jobb lenne mindannyiunknak, hogyha valamelyik főkapitány egyszer és mindenkorra végezne a másikkal. De talán nem kellene így beszélnem. Mit gondolsz erről, kedvesen mondja? Hát nem igazán érdekel sem az egyik, sem a másik. Akkor minden bizonnyal vakon járkálsz a városban. Menj és legyél akkor zsoldos, de... Vagy mi, hogyha ahhoz van kedved, akkor is kedvelni foglak, mondja. Aha, beszéljünk másról. Hogy vagy képes működtetni ezt a helyet? A harcok közepette. Nem volt sok választásom. Összes főkapitánynak szüksége volt egy helyre, ahol az emberek ellazulhatnak. Így biztosították, hogy ne zárjunk be. Ezen kívül egy boldog katona sokkal jobb, mint egy rossz kedvű katona. Érted, mire gondolok? Ugye a bevétel nagy részét a főkapitányoknak kell adnunk, hogy fenntartsák a békét, de ez a legkevesebb ezekben a napokban. Érthető, köszönöm. És itt úgy néz ki, hogy véres kéz kuncsaftok vannak, meg fekete tőrök kuncsaftok vannak, tehát ez a két szemben álló fél. És azt mondta, hogy az emeletre fel kéne menni. Béla a PIMP, kemény pimpelések mennek. Minden be van zárva, Sarvin, segíts már kinyitni, hát ez nem lehet így. Most az bunkó dolog a zárt ajtókat kinyitni, hogy rájuk törjünk, akik odabent ki tudja, mit művelnek. Na van itt rendesen loot. Jó Isten. Na persze, akkor minden szobát átnézünk, hogyha kisebb gázcsapdakészlet is van. Na jó, azt ott hagyom inkább. Kisebb csapdakészletek sosem érdekelnek bennünket. Beorulnak útjától van a chapter 3. Aha, tehát azt még nem tudjuk, hogy ez honnan. Hogy hová felé megy. Újabb láda. Hopp, egy csapdás láda. Mondjuk ezt véghez vihettem volna ezt a nyitást még. Megkérdettem Sarvint, hogy is nem, mert akkor hozzá kell nyúlnom a ládához előbb. Csapda az megvan legalább. Lopakodás mód be van kapcsolva. Hogyha lopakodsz, akkor jobban tudsz zárt nyitni amúgy. Zárakat nyitni. Sikeres. Micsoda? Mi van? De hát sikeres volt, nem? És ő is nyitja, én is nyitom. Egy zafír van benne. Csak azt számít, hogy ne legyen harc. Aha. Hogy felderítő mód, bekapcs, kikapcs, futni lehetséges, majd álmomban, most már lehet, oké. Nem, most nem, most lehet. Miért vagyok ilyen mocsok lassú? Azért, mert lopakodó módban vagyok és felderítőben egyben. Á, megvan. Sarmi jön, kinyitja az ajtót nekünk. Igen, mert a harcban ugye nem tudom, hogyan megfeleződik, vagy valami. Orréhez őrkutya, sértetlen. Az igen, fel is buffolódtunk azonnal. Tabla észrevésnél számít, hogy felderítő módban vagy, az nem lopakod. Igen, 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 igen. Csak két módot ezek szerint lehet egyszerre is alkalmazni. Kő emelő rúdja. Ezt én elviszem. Ez valami olyannak tűnik, mint valami quest item. Kő emelő rúdja. És felmegyünk az emeletre, ahol másféle rudakat is találhatunk majd. Kurtizánok vannak itt, többen is, könyvespolcok. Hát nem olvasni jöttem, ez mégsem a közkönyvtár. Megnézzünk azért néhány ajtót idebent is, hát ha itt is találunk valamit, valami érdekeset, vagy mellékül itt, vagy kiderül itt valami, érted? Bármi is lehet. Nemes látogat, mit csinálsz, hogy ide bejössz kifele? Ez az én időm, vegyél te is magadnak. Bocsánat, elnézést. És ilyenkor megcsinálták mester erre a hölgyet? Hát nem, ilyen jóga felszerelésben van, vagy nem tudom, kicsit nehéz megállapítani. Lehet, hogy zumbáztak ide bent, nem? Harcban 1D20-at dobsz, harcon kívül automatikusan 20-at. Ja. És akkor ehhez a képzettség még hozzáadódik, ugye? Van egy csapdázott láda. Ti ne törődjetek velünk, én csak hatásnálítok csapdákat. Nehogy belenyújjatok, tudjátok. Ti nyújkáljatok máshova addig. Az még mindig zárva van. Sarvin már elkezdte a nyitást, én is közben, hát ha valamelyikünk sikerrel jár. Hogyha lehetne több XP-t szerválni, akkor nyilván nem hagynám, hogy Sarvin nyisson ajtókat, meg ilyeneket, mert akkor azokat az XP-ket magunknak kellene eltenni. Tehát így, hogy nem ad semmit, így akár ketten is rászabadulhatunk. Itt van Rain. Ki vagy te? Ha nem fogadok vendégeket, nekem máshová kell mennem, akár akarom, akár nem. Kérlek, hagyd magamra. Ilyen nem látszott újságosan boldognak. Nem rajongok a főkapitányokért, inkább nem szolgálnám a hóbortjaikat, hogyha lenne beleszólásom. Azonban azt kell tennem, amit mondanak. Miért szolgáld őket, hogyha nem akarod? Nézd, nem akarok bajba kerülni, a mentés. És beszélni a főkapitányokról egyet jelent a bajjal.
Nem mondom el senkinek, rábeszélés. Siker. Azt hiszem ez valóban nem számít, elmesélem amit tudok. Berem és Kurt főkapitány gyakorlatilag húszként tart bennünket. Miss Bélának azt kell tennie, amit mondanak neki, különben bezárnak minket, eladnak rabszolgának vagy még rosszabb. Orettnek és nekem a főkapitányok bázisaira kell mennünk, hogy bemutatót tartsunk, vagy bármi mást, amit akarnak. Megvetjük ezt, de nem tehetünk semmit ellene. Miss Béla mindent megtesz, hogy segítsen nekünk, de sem ő, sem én, sem Orett nem tehet semmit. Én azon imádkozom, hogy valaki fájdalmas és rettenetes halált hozzon ezekre az emberekre, akkor mindez véget érne. És ha valaki úgy vélne a te segítséged, de nem lenne ez lehetetlen? Ezek mi vagyunk, ugye? Hálásan mesélnék neki róluk mindent, amit csak tudok, ezzel elősegíteném azoknak a szörnyetegeknek a halálát. Hol talál meg Kurtot? A nyugati dokok negyedében van, az emberei egy falhasadékon keresztül járnak be meg ki, nem javaslom, hogy azon át próbálkozz. Van egy másik út a régi tornyának romjain keresztül, ezt használom én is, amikor meg kell látogatni. Ha szükséged van kulcsra, hogy a torony ajtón keresztül bejuss a bázisára, megkaphatod, hogyha akarod. Nem tudom, hogy mik a terveid, de lefogadom, annak a szörnyeteknek nem fognak tetszeni. Ad nekem a kulcsot, ja. Én csináltam ezt a másolatot, azonban óvatos legyél, hogy a Kurt őrei észreveszik, hogy behatoltál, ellenségként fognak fogadni és megpróbálnak majd megölni. Jó, és merre van Baram? Van egy bázisa a városi csatorna rendszerben, tele a csapataival és élőholt szörnyeivel, amit a mágus szövetségesei varázsoltak elő. A főbejárata egy innét délre található sziget keleti részén található. Jól megerősített bázis, de nem bevehetetlen. Van egy kevésbé ismert hátsó be. Ez a csaj, ez mindent tud, hallod? Még jó, hogy tényleg átnézzük a bordélyházat, nem? Van egy kevésbé ismert hátsó bejárat, egy csatorna rostén nem messze nyugatra a bordétól. Legykák szerint ezt a bejáratot kell használnom, amikor hozzá megyek. Van egy kulcsom, ad nekem kérlek. Ez megnyitja a rácsokat előtte. Dégy oltósok ismernek engem, de ha téged észrevesznek, azt fogják hinni, hogy orvgyilkos vagy. Nem akarom tudni a céljaid, de öld meg ezt a szörnyeteket, hogyha tudod. Örömteli lesz az a nap, amikor a haláláról értesülök majd. Jó. Lehet velük értelmesen beszélni? Nem tudom, talán alkut kötnek veled, hogyha úgy gondolják, hogy eltávolítod az útjukból valahogyan a másik főkapitányt. Más kérdés azonban, hogy ezt az alkut betartják-e. Jó, akkor szia. Tehát akkor most nyertünk bejutást mind a kettő baromhoz. Az jó. Itt még van három szoba, azokat is meg kellene néznünk. Ezek a topázok, ezek meg ilyen kb. 100 goldokat érnek. Kíváncsi ezek, itt lesz új fegyver felvételi lehetőség, mert már nagyon kellene a hősünknek egy új fegyver. Kb. Jelenlegi damage-ünket azt úgy szerezzük meg, hogy mindenféle buffot pakolunk magunkra, ugye. És jó lenne, hogyha lenne egy kis alapdamage is. Ez nyitva van ez az ajtó? Na, ilyet még nem látunk. Itt van Ivett. Üdv uram, miért jöttél a szobámban? Nem fogadok ma vendégeket, a szívem nem lenne képes rá. Miért, mi a probléma? Van egy gyermekem az egyik vendégemtől. Nem akartam, de megtörtént, és a kislányom boldogságot hozott az életemben, amikor vele voltam. Szia, empatia, jó pihenést. Az apja azonban Garón, úgy vélte, nem lennék megfelelő anyja. Elvitte a lányomat, és nem tért vissza vele. Azt szeretném, fizetek, ha visszahozod nekem a gyermekemet. Jó, miért akarja megtartani a gyerekét? Garón gőgös és néha kegyetlen ember. Azt sem gondoltam volna, hogy tudomást akar venni a gyermekről, nem hogy magának akarná. Megrémít a gondolat, hogy mit akarhat tenni vele. Kérlek, visszaszerzed őt, nekem megjutalmazlak. Úgy véletek képes lenni tisztességesen felnevelni? Igen, tudom, hogy képes leszek rá. Miss Béla sokat félretett a pénzemből, amit itt kerestem. El akarom hagyni Luskant és hazatérni, hogy tisztességgel felnevelhessem a lányomat. Elegendő pénzem van, hogy megfizesselek, és még mindig jó életet biztosítsak neki. Kérlek, kérlek, segíts nekem. Jó, és miért akarja megtartani? Gőgös, ennyit tudunk. Nem lehet csak úgy elvenni a gyermeket tőle. De ez az én gyermekem, uram. Nem hiszem, hogy Garón magának akarja. Azt hiszem, csak nem akarja, hogy kitudódjon, hogy van egy fattya. Nem akar beszélni velem, és még csak látni sem engedi. Kérlek, segíts nekem. Jó, segítek neked. Csodálatos hír, Garón a házában van éjszakra, a nyomor negyedben, azonban ne táplál hiú reményeket, hogy harc nélkül fogja visszaadni. Kérlek, tégy meg mindent, hogy visszaszerezd a lányomat, egy mód van rá, kérlek, ne bántsd Garont, ő mégiscsak a lányom apja. Jó. Isten veled, szia. Felvettünk még egy melléküldet, ez most már akkor a harmadik. Charmin kinyitja ezt, én meg kinyitom a másikat közben. Micsoda időmenedzsment. Esküszöm, el kellett volna hozni magunkkal eddig is. Mind a ketten sikeres ajtónyitást csináltunk. Ez itt Orett, ő a másik, ugye? Hogy a másik kapitánynak pedig egy férfi kell, érthető. Miss Béla egyik férfi kurtizánja vagyok, ma azonban nem dolgozom. Nem érdekelnek a kérdéseid, megkértelek, hagyd magamra. Jó, szia. Várj, csak itt van egy szép ládád, nézzünk bele. Hamarosan mi is végzünk majd mára, hiszen 4:45 van. Nézzük még meg. Ja, azt már kinyitottuk, ugye?
Nehogy bezárd. Még ez érdekes, hogy még be is lehet zárni az ajtókat. Menekültek vannak itt bent. Gondolom ki akarnak majd minket tessékelni azonnal. Így igaz, jó. Akkor elkészültünk, mehetünk a város többi részére is, és... Mi van még, amit esetleg megcsinálhatnánk? Ezt a gyerekmentő... Hoppá, az micsoda? Varázspálca, ismeretlen, jó, az megvan. Parambázisának kulcsa és kurtbázisának kulcsa is itt vannak. Ezeket letesszük ide a quest itemek közé. Ezt meg tudnám nézni esetleg? Varázslövedékek pálcája. Varázslövedék 3-at tudsz nyomatni vele, bárd, mágus és varázsló használja. Nem hiszem, hogy ez egy jó tárgy. Legalábbis nem tudom elképzelni, hogy nekem túl nagy hasznomra lenne. Majd el fogjuk adni. Érdekes, hogy eddig még vendort nem találtunk a városban. Pedig kellene, hogy találjunk, mert lehet, hogy itt valami tápoló cuccot vásárolhatnék. Akár fizetnék érte 200 000 goldot is, 260 000 van nálam, érted? Annyit biztos, hogy nem fog kelleni majd kifizetni senkinek sem. Gondolom ez a pénz az apad, hogyha az ember mondjuk olyan kasztot játszik, aminek mondjuk felszerelésre van állandóan, utánpótlásra van szüksége, legyen az egy íjász, vagy legyen egy olyan kaszt, ami nem tudja magát gyógyítani, és akkor állandó healinget kell biztosítani magának. Valami harc van megint. Ott vannak. Véres kéz, meg a fekete tör, meg a mindenek is. Eljük hátba a véres kéz orvgyilkosait. Rendet rakunk a környéken egy pillanat alatt. De jól teszik amúgy, hogy küzdenek itt egymással. Ezek rám fordultak egyből? Jó kasszabolást kellene nyomatni, nem? Itt azáltal, hogy ők egymással küzdenek, hogyha valamelyik közülük elhullik, lehet, hogy automatikusan... De jó, ez elég menő. Hát, hogy automatikusan nem kapjuk meg az XP-t, tehát hogy nem mi öltük őket meg, akkor nem jön XP-t előle. 11 XP jött ebből a fickóból. Sokan vannak, igen, nagy balhé van itt. Nem tudsz legyőzni bennünket, mondja a vérpatkány. Mi pedig le sem szarjuk őt úgy, ahogy van, megy a kasszabba. Hogy végig kasszaboltuk a környéket? Nagyon szép. A Sarvinnek meg tudod azt ott ölni? Képes a csaj erre? Hát adom ennek, esküszöm, megpróbálok. Na, ha megvolt neki. Búcsú van? Hamarosan tényleg elbúcsúzunk. Most valami közelharci fegyverrel nyomult? A múltkor szerintem elvesztette a nyilvesszőjének tekintélyes hányadát. Aha, és most valamilyen warglével jön. Tömegverekedés, bicskázás? Van itt minden? Jó. És most haldoklik? Nem, meg is halt. Mindenhol harcok vannak az utcákon, és nézd, rengeteg loot is egyben. Lehetne bemenni, itt van valamilyen fantasztikus szerkezetek, mágikus hibajegyzéke. Mágikus hibajegyzék? Az mi a fenét jelenthet? Egy láda, mögötte pedig egy hordó. Jó, hogy nekem van... Ja, a hordó is zárva volt? Akkor várja, a ládát nyitom én, a csajszi, meg szerintem a mellette lévőt. Nem, a hordóban nem volt semmi, nem? Vagy bebukoltunk volna? Azt szerintem, hogy bebugolt, oké. Okay. Innen kellene akkor tovább mennünk legközelebb, ugye? Ezek megverhetik egymást felőlem. Ennek a helynek a felfedezése... Van a három mellékküldetés, meg a főküldetésünk. Jó, hogy kitisztult most már legalább ez a dolog. Nem tudom, hogy meddig fog tartani. Szerintem egy epizód alatt nagyjából le fogjuk tudni. Hogyha jók a megérzéseim, én nem fogok egyik ilyen főkapitány oldalára sem állni, hanem sokkal inkább szerintem mind a kettőt eltávolítom a hatalmi pozíciójából. Mi lesz a mentésünk címe? Felfedezés. És tovább. Ez alapján tudni fogjuk, hogy még be kell járni a várost. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a mai epizódban, és remélem, hogy velem tartotok majd a legközelebbiben is. Vigyázzatok magatokra, és... Mit szoktam még ilyenkor elmondani? Ja igen, hogyha szeretnétek, támogassátok csatornánkat egy-egy kattintással. A vodok alatti több gomb alapján, hogyha támogatni szeretné a csatornánkat valaki, ott megtalál minden információt. Mi az a tetszik gomb megnyomása van még, mint opció, az teljesen ingyenes, esetleg a VOD csatornára való feliratkozás. Azt mondja, a Plague Tale Innocence 2 kulcsát Szentopnak és Red Eyes-nak el fogom ma este még küldeni, és köszönöm, hogy a patronusaink vannak nekünk. Köszönöm Szilajka, Barkata, Oldmurkról, a Fekete Retek, Suzy, Jonzuti, Puki Bubi, Dorcsic, Sajtos, Tejfölös, Velkor, Zsolt B., Viktor, Lóder, Gorem, K. Péter, Joni, Isti, Gévince, Vitamin SC, Grundár, Dártón, Kat81,
Dark, Deftor, Dominik, Spektrál, Interciza, Peki Petra, Zsolci, Aranzó, Trilobita, Kori, Kolker, Simongék, Ismarci, Irengard, Esztibor, Engábor, Babherceg, Haxorz, Vordam, Szesan, Benesan, Zsé István, Sarumun, Astromókus, Ninjekel, Kulerz, Varvajk, Filvi, Emil, Emhajnal, Gutix, Lodin, Vegabéka, Druvit, Nice, Silex, Kulcsára, Titokzatos 56. 57. Köszönöm YouTube-os támogatóinknak, V. Balázs, V. Ádám, Babherceg, Bucser és Bernadett, és köszönöm az xzone.hu-nak, amiért támogatja a csatornánkat tök menő hanglemezekkel. Itt van az xzone linkje, ahol egy kuponkód felhasználására van lehetőségetek, hogyha a merch cuccok között számtalan menő dolgok között tudnátok válogatni, vagy szeretnétek esetleg meglepni valakit, vagy magatoknak valamit, hiszen jönnek az ünnepek évvégéig felhasználható a mókás 10 kupon, esetleg itt van még a Patreon linkje is. Köszönöm szépen, hogy voltatok ma este, és tartsatok velem holnap is. Jó éjszakát, sziasztok!